Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM. 6 óra múlt 10 perce, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Na, nyisomtak múlni! Ez az, hiába ideg! Adjál neki, hogy hiányzott! Bennünket nem fog vissza semmi! Egész hétvégén ezt hallgattam, nem hiányzott, de mégis. Nyom egy jó! Rátasak! Istenem, már az izomláz is elmúlt a csípőmből, pedig egész hétvégén kavartam. Egyre jobban mozgás. Gyerekek, jó! Komolyan mondom, tud hiányozni. Ugye, hogy jó. Neked. Két napig nem hallottam, és azt éreztem, hogy de jó lesz hétfőn ezt a potit megnyomni újra, egy kicsit táncra bírni. Táncra bírni. Mindenkit hétfő van, gyerekek, indul egy újabb hét, februárban, és rohadt hideg. Mondtam azt is, hogy barom hideg, de nem fejezik ki eléggé. -4, -4.5, -3 itt a környéken. -4, -3.4. Igen, -4, -3.4, és Völgycugolyban, ahonnan én jövök, gyerekek, ott -5, úgyhogy... Menő. Már általában -12, Szeged -8, hallgattam a nagy rádiót reggel, ott végig mondják. El is mondtuk az egész országot szinte. Mátra, Szeged, Budapest tengerben. Igen, még mondunk egy kis Zalaegerszeg, egy kis Szombathely, Sopron tengelyt, és meg is vagyunk. Szóval csipős. Csipős, a várt ígért hó természetesen nem érkezett meg, mert hogy tegnapra brutál nagy havazást mondtak, esett délelőtt 3 percet, szép volt egyébként. Nálunk sem ennyit. Igen. Sem ennyit? Semmi nem volt. Hát aki védetövezetben lakik, azt hagyjad. Már a felhők is elkerülnek. Igen, felettetek valamilyen, nem tudom, milyen felhők. Csak a felhőkarcolóktól vagyunk védve, tehát, hogy az ott nem fog épülni. Hála jó Isten. Velencén viszintesen esett a hó, úgy, mint nálatok, 5 percig. Így nem hittem, mert ültünk, reggeliztünk, verőfényes napfény, egyszer csak... Nem lehet, hogy te feküdtél, és valahogy olyan volt a tengely, hogy azt hitted, hogy állsz, de közben már feküdtél? Várjál, elfordítottam fejben azt a vat. Valahogy elmondta a fordítottam, nem, Feri, csak fekszel. Várjál, de és rá tudtam dőlni a szélre, de a szél füves volt, és kicsit csalas. Igen, nem, és az arcomon még itt van a lenyomata. Mikor 4-en átléptek rajtad, az egy kicsit gyanús volt. Egy kicsit arrébb raktak meg, ne fázol, szegény. Na igen, szóval, hogy nem volt valami nagy hóesés, pedig mondták, hogy én beizítottam a gyereket, mondom, Benikém, megyünk szánkozni, mi ide megyünk, oda megyünk, de aztán semmi nem volt, úgyhogy nagymamázott egy kicsit, meg vendégek voltak. Így mondogatja, hogy nagymama, jó. Nagymama. Ez a... nagymama, ér olyan nagy az orrod. Nagymamának hívja? A nagymamát? Vagy egy keresztnevész? Nem, Bobi Nagyi, így hívja. Bobi? Mert a Bobi a kutya. Ja, igen. És van több nagymamája, ugye, és a Viki anyukája, és akkor ő a Bobi Nagyi. Bobi Nagy. Mindig meg megyünk a nagyhoz. Melyik az, mondom, a Bobina? A Bobina. Így van. Kutyáról. A gyerekek így azonosítják be. És a másik Nagyi, az a Sima Nagyi? A nagymama és a nem, várjál. Nagymami, nagypapi. Nagymami, nagypapi. Ott a nagymami, nagypapi, és a Bobi Nagyi, az anyósom. Bobi Nagyi. Nagyon aranyos. Nagyon cili mama volt. Igen, valahogy a gyerekek összekötik, tudod, valamilyen jelzővel, és akkor Bobi Nagyi. Kutyát utálja, kutya imádja, de mindig kergeti, és akkor így lett Bobi Nagyi. Ezért olyan nagy a szerelem. Általában így szokott lenni, hogy az állat az megérzi, hogy ki az, aki utálja, és ezért ő nagyon-nagyon szereti, és nagyon-nagyon el akarja nyerni az elismerését. Igen, úgyhogy remek volt a hétvége, gyerekek, a 2 gyermek számát leredukáltuk egyre. Már. Eladtatok egyet, jó. Király. Visszavittétek a szülészetre? Igen, nem, a kicsi maradt nálunk, a nagyobbat lepasszoltuk egy kicsit. Jó, az kicsit nagymamázott, jöttek, mentek. A kicsi pedig legalább egyedül tudott tombolni, de hát őt ez nem zavarja, hogy egyedül van, párban van, tehát hogy ő nem riad vissza semmitől, nem ijed meg az éjszakától, nem fél a sötétbe. Igazi profi, kis közönség, nagy közönség, neki nem számít. Egy koncerten ugyanúgy előadja magát, mint egy nagy csarnokosan. Tök jó. Ő nagyon-nagyon tolta egész hétvégén, úgyhogy hát a helyzet nem változott. Majd fog még egy két év. Most van egy kis tápszercsere, tudod, nehezen kaki, hát ilyen szokásos kis, nem akarok már. Kísérletezés, ez az. De mivel mi Anival végig veled voltunk egész hétvégén, alvás közben is. Igen, gondolom, az mondjuk szombaton, így... igen, sajnálom. Szombaton szó szerint együtt voltunk. Jaj, akarom, hogy meséljetek a sztorigálláról. Van mit mesélni egyébként. Mindjárt rátérünk, csak hogy gondolom, hogy igen, nagyot aludtatok, így reggel 3-ben adhatok, hogy nyújtoszkodtál egyet, már egy kicsit elaludtad a karodat, átfordultatok. Nem. Hát csak egy pillanatnyi ébredés, egy pisi, hát a te korodban vagy. Nem, amikorunkban nagyon szépen. Én akkor feküdtem. Pisi. Ja, akkor feküdtél. Azt hittem, az már a harmadik pisi volt, amiből már nehéz visszaaludni. Nyújtaszkodtatok egyet, és azt mondjátok, Bali, remélem te is alszol. Bebújtatok a jó meleg paplanál, és aludtatok 11-ig. Átfordultunk. Csak mondom, gyerekek, vasárnap 8:30-ig tudtam aludni. Na, hát a gyerek ugye még 3 óránként kell, csak majd most idézőjesen úgy kell. Fél héttől. Igen. Én sem ismertem magam, hogy szombat reggel és 8:30-kor még ágyba vagyok. Hát mi a fene történt itt?
Na, Sztori Gála. Hát meséljünk róla egy-két mondatot. Na, Sztori Gálán voltunk, mert ugye csodálatos volt. Meghívtak bennünket, nagyon drágák voltak, köszönjük szépen, és hát megnyertük a műsorvezetői díjat, amit szemtelenül el is kellett hoznunk. Extra képek az Instagramon. Fotózták közben, vagy Koncsitáról, persze. Konkrétan majdnem megfogtam a seggét. Jézusom. Azért jó, értem, hogy sanyarú a sorsod, na de ne erre indulj el. Csak mondtam Instagramot szerető közönségnek, hogyha okostelefonon nézitek, akkor van egy olyan rész, ahol Koncsita énekel, és többen panaszkodnak, hogy nincs hang. Ha hozzáérsz a videóhoz, akkor viszont már van hangja, ha fölhangosítva a telefonot. Tehát Koncsita tud úgy énekelni, úgy tettem föl. A videón. És hát tud énekelni. Koncsitának olyan hangja, hogy megőrülsz. Őszintén, tehát, hogy lehet szimpatikus, lehet nem, lehet a jelenség számodra elfogadható, lehet nem. Elképesztő. Igen, durva hangja van, nagyon durva hangja van. Aha, hát így főleg telefonon, és a mikrofonhoz oda tartva, ez jó nagyon jó. Az, hogy nem tordít. Na, Sztori Gála, megérkeztünk 3-4-6-kor, nagyon szépen felöltözve, János is nagyon csinos volt. A limuzint küldtek, értetek? Aha, küldtek taxit. Tényleg? Na, ha én többé-kevésbé ezért mentem el. Figyelj, nagyon, egyébként nagyon rendesen. Már hogy oda-vissza, tényleg, igen, tényleg korrektek, rendesen, normálisan. Tényleg, elküldenek taxit, ha akarsz, nem kellett oda mennünk a próbára, limuzinnal is érkezhettünk volna, de mi ezen a oda mentünk volna a próbára, ha el kellett volna menni? Nem. Na, hát... Nem azt mondom, hogy elnézték, hogy nem menjünk oda a próbára, egyébként a tévéket, és mindenki elment a próbára. Finoman mondtam, hogy hát azért még az ülősortól a színpadig, azért ezt még meg tudjuk oldani, 20 év televíziózás után, köszönjük, nem megyünk, de megértették. Mi nem elől mentünk be a vörös szőnyegen. Aha. Mi azt nem szeretjük, Janival, mi ha megyünk, vagy együtt megyünk, mindig beszökünk valahol hátul. De tényleg, tehát kikerültük a fotósokat, hátsó parkolóház, lift, vikivel, fölszöktünk, aztán sajnos egy ilyen főlépcsőn kellett fölmenni, ott már nem tudtunk elmenekülni. A parkolóházban ment el föl itt az autók mellett. A hátsó liften föl tudtunk. Jó volt ez. Volt egy hátsó lift, igen, ami egyből fölvisza a bejáraton, na azt nem találtuk meg. Még egyszer köszönöm szépen a segítséget annak a srácnak az automosóban, akitől megkérdeztem, hogy hogy lehet feljutni. Igen, mi a parkolóházban találkoztunk. Bementünk, és hát... Átvágtuk magunkat a tömegen. És a vajon? Magdi anyussal ültünk. Isten, nagyon cuki volt egyébként. Iszonyú jó arc volt. Talált egy 200 forintost a műsor közben, odaadta Janinak. Mondta, hogy ez biztos az enyém. Mondta meg, hogy köszönöm szépen, na meg ezzel is bejön vagyok. Apád anyád ide jöjjön. Már nem a tied. Kassa Tibi is ott volt, nagyon rögtünk. Valamint egyszer csak azt mondta nekem a Magdi anyus, hogy ez a Koncsita kezdi elveszteni a nőiességét. Ez óriási dumat. Koncsita kezdi elveszteni a nőiességét, mert egyébként valóban pasisabban énekelt, mint amennyire ő nő volt az Eurovízió. Mm. Tehát, hogy valóban pasis volt. De tényleg, szóval, hogy úgy pasisodott egy kicsit, mélyebb lett a hangja, elfogyott az ösztrogén, nem tudom mi volt, de olyat énekelt, hogy mindenki tátott szájára nézte. Szenzációs volt. Jó, mondjuk ezt azért idézőjelbe rakjuk ezt a pasisságos, tehát önmagához képest. Önmagához képest, ugye. De mi soha ne legyünk annyira pasisak, mint ő, mert az kozma. Lejtmenet. Igen, megnyertük a díjat, felmentünk, mondtunk egy-két jó szót. Ügyesen beszéltetek, ahogy figyelj, az volt, hogy előttünk átadták az értékdíjakat, amik nagyon fontos díjak, beszélt a Presser, beszélt a Halász Judit, beszélt a Szinetár, ugye? Igen. Tehát nagy művészek beszéltek, az ő maguk nagyon szép, választékos, megszokott, lassú, kimért stílusában, mert először adták a legjobb színész, a legjobb színésznő, hát az értékdíjakat, majd. Az majd évek, az intelligencia és az iskolázottság jött le az ő megszólalásukból. Majd elkezdődtek a közönségdíjak átadása, és a közönségdíjak átadásán át talán a második díjat mi vettük át, mert az év televíziós személyisége Csajba talán Tóth Gabi volt, mint amit utána az év műsorvezető, ezt átvettük. Mondtunk egy rövid ám velős beszédet. Hát büszkék lettetek volna rá. Az nagyon-nagyon-nagyon kemény sikeres. Szerintem téged egészen biztos, hogy nem hívnak, de szerintem két évig én se. Nyerek, de kicsértetek, de na mondjátok már, mi volt te benne. Te örök tiltó listá leszel, én talán egy-két év múlva újra átvettek majd egy díjat, te biztos, hogy soha többet. Mit mondtál? Figyelj minden. Tehát egyébként nem szoktam ilyen diátadóra jönni, és most is a meghívott a szelektív hulladékgyűjtőből vettem ki, mikor megtudtam a gyerektől kezdve. Remélem nincs itt Olmolár Miklós egy távcsöves puskával. Én megkérdeztem a szegény Vivient, aki ugye nem tudtam, hogy miért kapjuk ez most egy közös, tehát hogy ez most a rádió vagy a tévé, mert ha rádió, akkor nincs itt a Feri, ha tévé, akkor közben nyert a Majka, mint tévészemélyiség. Tehát tényleg nem értettük a kategóriákat, és színpadon megkérdeztem. Mindez, hát, hogy örjöntünk egy picit, vicces volt. És
És aztán jött ugye Conchita, meg jött a Majka is nyert, nyert a Tóth Gabi is, és a TV2-nek a Sztárban sztárja lett az év leg-leg-leg produkciója. És ott a Mi Lacink azért. És a Mi Lacink is felszaladt a színpadra. De jó! Nagyon tapsoltunk. Így van. És egyébként jogosan, szóval ez egy jó műsor volt. Vicces, könnyed, szórakoztató. Ebben a kategóriában szerintem az messze a legjobb műsor volt. Laci is nagyon-nagyon alakított a színpadon. Kicsit bőrére eresztette a mondani valója. Semmit nem mondott, mert hogy ugye... Jó, mondjuk ugyanennyit mondott a másik kreatív producer, az Ádám is. Tehát egyedül az Ökrös beszélt egy kicsit, mint kreatív főproducer. Úgyhogy aztán jó volt. Igazából te elég hamar leléptél, mi még ott maradtunk egy fél órát. Mi volt a bombariadóval? Kézed el, hogy nem, valaki csinált egy bombariadót. Igen. Hát ugye itt azért főszerkesztő váltás volt, meg mit tudom, valaki... Győzik-e se jöhetett? Bosszúból, vagy nem jöhetett, egy csomó műcelebet, igazi celebet kitiltottak, a lekolt, Győzik-e, Kisszel. Tehát valakinek ez a sztorigála most nem tetszett. Nagyon fájt neki. Csináltak egy olyan jól időzített bombariadót, hogy amikor vége lett a gála résznek, Conchita brutálisan elénekelt két dalt, kitereltek mindenkit az előtérbe, és ott jött a bombariadó. Abban a pillanatban. Vissza a terembe már nem nagyon, be a büfébe, a ruhatárba már sehova nem nagyon, a kajás részbe sehova nem, aki bemaradt a büfébe, az nem jöhetett ki, azok bocskosul berúgtak, két-három ember maradt a büfénél, azok annyira lerészegettek, mint az állat. És fél órán keresztül, háromnegyed órán keresztül. A Csonka picit láttam, aztán később egy riportban. Energiaitalt inni. Így van, már túlfűtött állapotban nyilatkozott. Háromnegyed órán keresztül nem mehettél sehova. 200 ember, Andy Vajnástól, Szellő Pistástól, mit tudom én, Presser Gábori kint nyomorgott az aulában. De ez nem a szervezők hibája, valaki rohadék módon betelefonált és csinált egy bombariadót. Kutyák, rendőrök, mi már akkor jöttünk el, amikor még a rendőrök ott álltak kint, a Grand Hotel előtt, és hogy 6 rendőrautó, tűzszerészek, úgy olyan tömeg vonult ki, mintha esélyük lett volna felrobbanni. Én már akkor a taxiban ültem hazafelé, csak előtte még megresztettem egy telefon. Én mondtam, hogy nem kapok most egy... Nem kapok, igen. Köszönjük szépen neked, János, a bombariadót. Szevasztok, jó szórakozást. Jó napot kívánok. Na, ha valaki nem ad nekem most egy narancslevet, amikor már vattát köpsz. De amikor úgy beszélsz, hogy közben az alsó ajkad így összeragad a szegény pincér, aki kiszörült a bárból, három ilyen félig megívott pesgőt, mi ott próbált kínálni, mondom, tesó, pultalom, menj, szoksz, valamit adjál már ki nekünk. Mondta, hogy nem mehet be. Úgyhogy már sajnáltam őket, nyilván azért sokat készültek rá, meg tudod azért. Hát ez pedig ez mindig rohadékság. Rohadékság, ez most nyilván nem tudom, hogy kinek volt erre oka, meg itt milyen mozgolódások vannak a háttérben, hogy kiállt bosszút, vagy nem tudom, de azért ebben sok ember sok munkát beletett. Celebezés ide, celebezés oda, persze. Itt azért nem alapvetően nem az ilyen én sajnáltam őket. Státuszú emberek voltak csak ott, meg nem csak az olyan műsorok voltak, meg ezeknek a képviselői, akiket így sokszor divat gyűlölni, hanem itt azért rengeteg nagyon komoly művész is ott volt. Tehát, hogy emeltek a gála színvonalán, ami eddig is magasan volt. Lehet, egyébként kicsit mondani. Egyébként tényleg, szóval, hogy sportolók, az év sportolója volt, politikusok. Hosszú Katinka, Presser Pici, szóval ők azért nem az a kategória, amit általában akkor szoktak mondogatni az emberek, amikor mondjuk a celebekről beszélnek, vagy éppen kritizálnak, vagy fújolnak, köpködnek, ők ezért tényleg komolyan. Andy Vajna, tehát sokan voltak olyanok is, akik nem kifejezetten a celeb kategóriában, tehát még engem nem hiányzott az Alakosz meg a Kiszel, megmondom őszintén, mert mindig jól szórakozom rajtuk, amikor így megjelenek tudod a habos-babos ruhában. Tehát gyerekek, ezek a ruhaköltemények, szóval egyszerűen elképesztő, hogy még mindig mennyire nem tudnak hazánk celebjei öltözködni, és még mindig mennyire félreértelmezik ezt az egész öltözködést. Tehát ezek a poros, ilyen porosnak, nem, nyilván nem szó szerint poros, ilyen porosnak tűnő, ilyen régi, ilyen színházi kosztümökhöz hasonló, ilyen habos-babos. Nagy estélybe kell menni ilyenkor. Rettenetesen ronda, nagy estélyig, tehát ez valami szörnyű. Meg azért túl gondolt. De nagyon. Sztorik, tehát Szinti a diktátor hajruháját láttátok-e? Az jó. Az jó volt? Az jó. Tényleg hajból volt? Persze, hát azt mondta, hát valami, hogy nyilván nem. Valami olyasmi. Nem, az állítólag tényleg hajból volt. Tényleg egész, hajból igen. És még a Varga Viktor haja is bele volt fűzve. Igen. Én élőben nem láttam azt a ruhát, csak már ilyen internetes portálokon, de állítólag az tényleg hajból volt, de abban legalább volt valami, igen. Tudom. De ezek a habos-babos, ilyen zöld színű, ilyen fodros, ronda, meg amikor olvasod, tudod, hogy órákon keresztül készülődnek, és hogy már mit tudom, hónapokkal azelőtt egyeztettek, hogy mi legyen, látszik? Ki legyen, igen, hogy kitervezni, kinek a ruhájába lépjen, hogy nézzen az ki, és akkor már délután 2-kor elmegy ruhapróbára, és aztán bemegy a gálára, és mondjuk így fél időben valahol így elcsúszik itt a popsiánál egy ilyen kis alátét, aminek következtében a fél
fel, tompora kilátszik az illető hölgynek, és akkor még szólna. Hát, de mondjuk a Charlie Stallonnak... Jó, igen, én úgy hogy Charlie Stallonnak leszakad a ruhája, és kicsit kilátszik, tudod, de magák a ruhák, tehát azok a nők, azok a tervezők, de tényleg, tehát hogy még mindig nem értik a lényeget, hogy minél egyszerűbb is szebb egy ruha, annál jobb, nem kell ez a... Hát ez a nekik másként vonulna. Szép, ne legyen, mert megint a sajátodat erőlteted, érted? Őnek na jó... hát én aztán egy fekete zakom, egy fejeket a pasiknak, tök minden, mindenki ő, de neki úgy szép, hogy habos-babos. Másképp nem látja a világot. Na mindegy, nem, szóval megnéztem a róla. De hogy volt egy csomó csinos csaj. Mert azért, igen. És azért. Te a kis tarajadba mentél? Nem, visszaraktam a tökömre fejét. Nem, te felvettél egy úszósat. Örülök neki, nagyon, mert ugye múlt héten megcsináltattad ezt a támadó NFL-frizurát. Szombaton vízetettem a dobozba, amiben másoltam, és most megint visszaragasztottam. Igen, mondjuk nehéz lett volna másba mondani. Nehéz lett volna másba elmenni. Tetszett nekik. Még arra is megpróbált rávenni az egyik ilyen egyik méltán népszerű és foglalkoztatott RTL-es riporter, hogy forogjak, hogy a kamerát aztán amit kapott aztán, ő, az nem igen, biztos, hogy jeleztem neki, hogy ez nem divatműsor is. Viszont a végén volt egy ilyen fotózkodás, ahol föl lehetett menni a színpadra, és összes jelölt fotózkodik, hát azért oda a slisszentem koncsinta belé gyorsan, mondom, hogy jó, rámarkolok a seggére. Olyan, mi lesz? Olyan jó képet csináltunk. Szerintem szájon csokolt volna. Mi lett volna? Érdemes felmenni a 200 ember veled szembe, fotózkodtak a színpadon, és én brutálisan rászorítok a fenekért. De jaj, gyere ide, Usi, te! Na. Vacak, te szétszednek, te vacak! Vacak? Mit csinált volna? Olyan kedvesen ott maradt, meg mindenkivel szelfizett, meg megoságot. Hát figyelj, azt az osztást, amit az Instagramon kap egyébként, konkrétan összevesztek rajta az emberek. De azért mi is vagyunk ratyizva. Mert ott álltunk mellette jobbról balra. Ja, és tudom. Akkor már te is ratyi vagy, ha odaállsz mellett. Gyerekek, ha persze, csak az érzem Instagram... egyébként, hogy akkor ott mindenki ratyi volt. Az Instagram egy elit társaság, semmit nem moderálunk, semmit nem az nyugodtan, elit, nem. Bármit lehet. Itt nincs, itt bármit írhattok, nincs moderálva semmi, gyerekek, úgyhogy nem szólunk bele, hogy ki mit kommentel. Szabadon lehet. De azért... Jani a kis tarajos ajánlom koncsita mellett, én meg hátul vigyorgok. Éppen azt futott át az agyam, hogy na most rászorítok a fenekére. Milyen feneke lehet? Női feneke biztos vagy férfi jó. Feneke? Nem tudom. Biztos nő jó vagy férfi? Erre a részre nem koncentráltam annyira. Ja, furán nézek, egy ilyen nő ilyen szoknyanadrágban volt. De ez most igazi szaká volt, az Eurovízión festett volt. Tehát az Eurovízión... Hát többször volt rajta, mint rajtam. Láttad, Laci? Ez most igazi szaká volt. Rá volt segítve? Rá segítettek egy kicsit. De egy hová fekete filccel egy kicsit meg igen. Volt rajzolva, vagy mi? Ugye, hová süllyedtek még ocsmány? Szerintem nem egyébként. Igen, mondjuk 30-an voltunk fent a színpadon, tehát akkor az összes többiek is oda süllyedtek. Hát ahogy elnézem, ott, aki még mögöttetek van, hát az mind le van süllyedve. Te tényleg szégyelljék magukat. Egész nap ez lesz a téma, akkor elkapcsolok. Ez! Abszolút, kapcsolja, nyugodtan. De írjátok meg, hogy persze, igen. Ki mit szeretne hallgatni, és akkor ennek megfelelően fogja. Így van, arra ügyed, hogy nem arról elnézést. Beszélünk. Igen, ami most hirtelen téged érdekel. Kazinak viszont jó ötlete van, hogy a bajusz versenyre a Conchitát fölkérhettétek volna. Mint fővédnök? Egyébként tényleg. Szerintem az így oda tette volna az egész rendezvényünket, amit kitaláltunk, vagy az egész versenyünket. Igen, ha már Áder úr visszamondta, sajnos Conchitát még meg lehet. Egy Conchitának írhatunk el. Conchita úrhölgy, kedves... Na, madame. Mi a megszólítás, kedves uram? Damen und Herren, ladies and gentlemen, és minden, ami nem sértődik meg. Mr., Mrs., Miss, minden. De németül van olyan szó, hogy izé. Szerintem van, vagy valami ilyen. Nem értem, hogy most mi bajod a szakállas nőkkel. De tényleg, hát most ez miért olyan fura? Egy nő, akinek kukija van, de nő, de szakállas, de nő, de nem férfi, nem de férfi, tudjuk, de... Nem tudjuk, hogy van-e kukker. Tessék? Nem tudjuk, hogy van-e kuki. Hát ez az Euróvízió. Mert mindjárt megyünk hírekre, aztán elmondom az én elméletemet. Jó. Hogy szerintem mi van ott, de az csak adáson kívül, nehogy aztán itt megróljanak minket, úgyhogy hagyjuk is. Mi volt hétvégén? Még volt valami? Óriási dolgok történtek, amik ti a Sztori Gálán voltatok. Na. Óriási. Úgy csillog a szemed, látom, hogy valami nagyon durva dologról maradtunk. Nem, jó. Mesélj. Én Velencén voltam, ott csináltak egy ilyen elsőkörös kis karneváli hangulatot. A rövid újú búsójárással. Ebezős csávok? Azok. Hajós? Igen. Szerintem mondjunk híreket. Hagyd a francba az a csíkos pólók a hajóba, a sikátorokba? És azt énekelték, hogy jó szó, le mi jó. Igen, ez ennyi. Megértem. Ezt én nem én hallottam, és tök tetszik meg szépen, de hogy ez a busok Velencén? Igen. Mert és mivel elirigyelték? El.
Elme jövő héten lesz, és egyébként meghívást kell átadni. Meg a fővárosiaknak közelebb van Velence, mint Mohács. Sokkal, de ők a Mohács busók egyébként járkálnak így. Ez nem az első ilyen eset, hogy kitörnek Mohácsról, mert a rendes busójárás az most hétvégén lesz, ahova várnak benneteket. Szeretettel vasárnap. De aranyos a köszönöm. Igen, tudom, hogy nem, és csak úgy elmondtam, mert én illik átadni. Ők járkálnak egyébként az országban, tehát hogy ez működik, hogy a busók fogják magukat, és itt ott megmutatják a dolgot. Na most ez történt a hétvégén. Mi történik tulajdonképpen, hakniznak a Mohács busójárással, tehát Mohács előtt elmennek. Nem, ez a velencei Sokác kisebbség. Igen, vagyunk egy páran. Igen, de igaza van, tehát mennek körbe, és máshol is megmutatják a dolgot, ezzel is odacsábítják Mohácsra az embereket. Érted? Tehát az aki jó. Most itt látta, az még elmehet Mohácsra vasárnap. De az fordítva működik, hát ha már látom, nem megyek el Mohácsra. Nem, mert tudod, hogy az nagyobb buli lesz. Ja, hogy az nagyobb buli. Itt nem volt annyi busó, mint ott lesz. Ott sokan vannak. Meg ez olyan, mint egy Madonna koncert Magyarországon, hogy kedvet csinál a Bécsihez, mert hogy ide nem hozza el ugyanazt. Nem hozza el mindent, itt tök ugyanez volt. Gyere el Bécsbe, nem volt például ördög szekér, nem volt egy csomó minden, csak gyalogos busok voltak. Ott vannak, nem gyalogos busok. Te mész a hétvégére? Nem, nem megyek, én túrkevén vagyok disznót ölni a Böllér Fesztiválon. Ú, már hallom, hogy visítanak. Nem most kell ott hallani. Erre most 8 disznó felsír túrkevén, mert tudják, hogy jön a feléje. Hullanak az állatok. Szegény kis mazsolák, élvezzetek ki addig minden pillanatot. Fürdőzzetek, amiben lehet fürdőzni. Egyetek makkot és készüljetek, jön a feri, nem hát sokára. Nem a disznó vonyítás a legnagyobb zaj, tehát péntek este már ott elkezdődik az egyéb móka, aztán szombaton jó programok, és majd hozok nektek ennivalót, értse csak neked, mert hát az érintetteket. De van sajtos, és majd hozok jó sajtot. Jó az. Hogy valami. Kis házi disznótoros. Ez az. Jó az. Jól van. Na, hát egyébként nagyon más nem történt. Nem. Hétvégén nyugi volt. Mindenki pihent kicsit vasárnap. Úgyhogy akkor elkezdjük a hetet játékkal. Nem kell még megkérdeznem, hogy hogy állunk, hiszen hétfő van, ugye? Micsoda, 5 nyert hét után neked nem kell megkérdezned, hogy hogy állunk szerinted? 5 dicsőséges, mennybe meneteles hét után te neked nem? Lesz, ez 6 is. De ez az. Köszönöm. Mikor a múlt hetet majdnem elvesztettük, gyerekek. Az 2-2 volt. De nem. A múlt hetét és a múlt hét előtt is ugyanígy volt, 2-2, és akkor pénteken, köszönjétek meg nyugodtan, mind a kettőt rendbe rántottam, mehetünk tovább. Igen, helyre tette. Jól van. Azt mondja, hogy igen, jó, kevés még a közlekedés hír, úgyhogy nem szemezgetünk belőle. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, fél hét múlt 1 perccel, ha valaki játszana velünk, akkor nyugodtan írjon SMS, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, február, és kezdődik. A hét, hát mondhatni a hét legnehezebb napja, ugye? Ez a hétfő, be kell röffenteni egy kicsit, hogy könnyebb legyen. Meg a szerda. Meg a szerda, igen, 2 holdpont van. Bizony. Hétfő meg a szerda. De ahogy egyébként egy kedves hallgatónk írja, tök igaza van szerintem, annyira repül már az idő, hiszen 2 napon van szerda. És? Ha kett, ha szerda, zsákban macska. Pontosan így van. Emlékezzük el? Döbbenet. Döbbenet, hogy miken vagyunk túl, gyerekek. Mik voltak? Na jó van. Azt mondja, hogy Mosonmagyaróvár, Bécsár, az jó járható Csorgyi Hajvi küldte nekünk. Salgótarján -11, gyerek. -11. Salgótarján. Aztán Feri elvihetné Koncsitát a disznótorosra. Kíváncsi lennék, melyik énje jönne elő, a férfi, aki fogja és kivérezteti, vagy a nő, aki pucolja a belet. Nagyon ez jó. Egy jó teszt lenne. Te mit csinál Koncsita? Sült vért csinál az asszonyokkal, vagy fogja a lábát és beszúrja a kést, mint a férfiak, ugye? Ez egy érdekes, igen. Megnéztétek, hogy Koncsita melyik WC-be megy be? Ez egy jó kérdés, basszus, nem? Na látod, vele kellett ott mondani egyébként egész este, és ott lebukik, tehát az ott kiderül. Az egy jó kérdés, hogy hova megy be Koncsita? Rá kellett volna állítani magunkat, és kommandozni utána, hogy figyeljük. Igen. Gondolom, ilyen privát öltözője volt, igen. Nem, elzárták a tömeg elől. Nem adták csak úgy oda a magyar celebeknek Koncsitát. De hogyha mennyire megosztja az embereket, és micsoda utálkozás megy a Facebook oldalunkon, meg az Instagram oldalunkon, az gyerekek elképesztő, hogy valaki, aki egyébként szakásan énekel, és pont megkínál, hogy rásd a vállad, meg röhögi rajta kettőt, olyan indulatot vált ki emberekből, amit egyszerűen nem értesz, hogy tud ennyire valaki valakit irritálni. Na jó, de ha majd egyszer a te gyereked is úgy megy haza, hogy... Hát én azért most haragudj, akkor érted, azért igen. Most küldjem el az anyjába. Igen, mert a Koncsitát látja majd a Benny, és azt mondja, hogy a néni bácsi milyen. Ja tényleg, és, a naiv és hogy ő is olyan szeretne lenni. Igen. Aha. Igen. Meg azt mondom, hogy akkor úgy kell nevelni a gyereket, hogy a te értékrendszered legyen az, ami a legnagyobb hatással van rá, és akkor nem kell ettől félni. Igen, tehát a gyerek nem azért lesz, mert látja Koncsitát, hanem mert ott valami, akkor igen van. Mert a papa mama nem volt elég meggyőző otthon. Hát én igen, nem félek ettől. Fene se tudjam.
Nekem mióta benne megmutattam, azóta nem tudom. Magas hangon énekel és borostát rajzolt az órára, de én se félek ettől egyébként. De nem félek ettől, hogy Conchita lesz. Nem csak megdöbbentő az a fajta indulathalmaz, hogy tényleg van egy nő, aki egyébként Pali, és kitalálta, hogy most elindul így az Eurovízión festett három-pét szakállat. Kinek az a fajta gyűlölködés, és hogy minket is, és hogy hova, és hogy miért kell ilyen fotót, és mi is milyenek vagyunk. Ez elképesztő, hogy még mindig mit a frusztráltság van a magyar emberekben ezen a téren, hogy mennyire nem tudják ezt a fajta jelenséget tolerálni, nem? Hihetetlen. Pedig egyébként egy nagy, röhögsz rajta. Megnézed, röhögsz egy jót, azt elmész inni valamit a bárba. Körülbelül ennyi. Igen. Nem? Mostan, abszolút. És mondjuk az is megjelen egy misét, hogy de ugyanakkor meg azt nagyon sokan el tudják fogadni, hogy mondjuk egy ember, aki képviselő szeretne lenni, konkrétan gyerekgyilkosságokra buzdít a Facebook oldalán, de hogy őt szívesen látnak sokan a helyi önkormányzatot. Hát hogy ez is megjelen egy misét. Mert rend lenne. Igen. Na, játszunk egy jó kis játékot. Jó, itt van már is a játékosunk, ha minden igaz, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, szia, ki vagy? Nem láttam. Zsolti. Hello Zsolti, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Zsolti? Győrből. Győrből? Mit csinálsz Győrben? Hát éppen buszsofőr vagyok a helyi járaton. A helyi járat, de már ott is vagy, ahogy hallom. Persze. Már reggel 4 óra voltak. Na és most épp szüneted van, vagy leálltál, vagy haladtál? Nem, járat közben vagyunk. Járat közben vagytok, ez azt jelenti, hogy éppen úton vagy. Persze. És ebből nem lesz bajod, hogy most mi beszélünk? Nem. Miért nem? Kihangosítom. Szeretnéd? Jelent, csak kérdezem, olyan magabiztosan mondod, hogy nem. Hát... Egy kicsit ebbe az volt, hogy miért nem? Igen. Itt Budapesten a BKV vezetők félnek tőlünk meg a villamos vezetők, és csak akkor mernek szinte beszélni, ha állnak. Mert hogy egyébként nem. Headseted van, vagy hogy? Igen. Hát ugye kihangosítom, hogy a kret szerint ez engedélyezett. És tudják az utasok, hogy most velünk beszélsz? Szóltál, hogy egy kis csöndet kérsz, mert hogy nagyon kell koncentrálnod a játékra? Mindig csendben vannak, nem egy beszédes közönség. Alszik még, gondolom, a fele. Mi az útvonal? Merre mész? Hát tőlünk jövünk az Iparút garázsból, Marta a városba, 23-as járaton. És van úgy, hogy kapsz egy járatot, és fogalmad nincs, hogy merre kell menni, és az utasok segítséget kéred? Ilyen volt már? Nem. Hát az elején, de már azért az ember tudja, hogy melyik járat merre. Már tudod, hogy merre mész. Persze. Jól van, Zsoltikám, kivel szeretnél játszani? Veled gondoltam. Arra gondoltál, hogy játszunk egyet? Egyet, jó lenne. Játszunk egyet, figyelj, kezdjük, jó? Oké. Okay. Jó játékos vagy? Még nem próbáltam, hallgatom a műsorodat minden reggel. Na, meglátjuk. Élményeket akarnám kifaggatni belőled. Meglátjuk. Hát kezdjük el, és akkor meglátjuk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Mondtad, hogy szeretnél kérdezni. Szeretnél? Ez így van, szeretnék. Tipmix-el szeretnék tőled kérdezni, nem tudom, valami tipped lenne? Hát a héten. Hát, az a baj, hogy ott gyorsan ki is mondtad, nem hogy tipmix-el szeretnél, nem tudom, valami tipped lenne a hétre? Ez, ott volt egy nem. Hát, jó. Sajnos. Hát, lemondó vagy kicsit, de valóban így van. Ha nem haragszol, Zsolti, csak egy picit. Örülünk azért mi ennek. Igen, ott most jutottunk el a kérdésig, mert hogy azonnal kimondta. Kicsit megpiszkált ezt a tipmix kérdést. Igen, mit akartál volna kérdezni egyébként? Hát hét, hogy lenne valami tipper. De mire? Hát valami meccsek, tenisze. Ja, hogy tenisz, foci, vagy valami. Ja, már most nincs semmilyen tenisz, amiről tudnék nagyon beszélni a focihoz, nem értek? Zsoltikám! Megállítom az órát, azért. 59 másod. Most járt le az idő. Zsoltikám, ez egy rövid játék volt. Jó, köszi játékot. Hello. Ciao. Na. Hát olyan hétfősen indult ez a játék, olyan kicsit félnyomorult, elkezdtük, de már kimondta, de ő se örült, én se nagyon, ő is szomorú őnek, volt, én nem. Őnek még nem volt nagyon oka örülni, de... Olyan hétfő játék ez. Gyerekek, hát van egy pont. Ennyi. Kicsi pont, kicsi taps. Így van. Jó ez. De azért tényleg azokat jobban szeretjük, amikor így az 59. másodpercig tart a hatalmas küzdelem, igen, a gigászok csatája. Én nem akartam Zsoltinak mondani, de a hangjában ott volt kicsit a lemondás. Ez a, na, próbáljuk meg, hát, jó. Hát, ha már így alakult, jó, hát nézzük, ha majd kérdezek. Nem, kicsit hallottam rajta, hogy nem kell tőle tartani.
Tehát azokat a játékosokat szeretem, akik már úgy konferálják saját magukat, hogy figyelj, gyere, szétszedlek. És már úgy kezdesz elve játszani, hogy Jézusom, valószínű kikapok. Igen, érdekes volt, hogy amikor elbúcsúztunk, akkor sem volt sokkal szomorúbb a hangja, mint amikor először köszöntünk el egymásra. Mozgott, igen. Na jó van, gyerekek, 1-0, hát ez a lényeg, hogy behúztuk. 8 óra, miket beszélek, 7 óra. Hova rohadsz már te? 7 óra lesz, pontosan 2 perc múlva. Ákos újra elmondja nekünk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk és kezdjük a hetet. Hello Jani, hello Feri. Hello, jó reggelt. Drága hallgatók, egyetlen egy kicsi apró pontocskát behúztunk saját magunknak. Jó az. Úgyhogy hát elhúztunk 1-0, holnap már lehet újra jelentkezni a játékra. Na, gyerekek, ma már adásba kerül a Valentin napi kiválasztónk. De jó, ugye? Ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről van egészen pontosan szó, az menjen fel a Facebook oldalunkra, és nézze meg, ott az összes pontos részletet el tudja olvasni, de most szerintem van egy olyan érzésem, hogy Balázs el is fogja mondani. Igen, ez egy alternatív ugye? Valentin. Ugye? Nagyon-nagyon ismersz, te, maga. Jaj, de csikizél. Szóval ez egy alternatív Valentin nap, arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne a szinglik is jól éreznék magukat, ezért ma egy pali adásba kerül, aki jelentkezett, gyerekek, elképesztő. Hazudni nem ér. Tehát a mailboxunk az nem, hogy megtelt, a Juli konkrétan háromszor jött be üríteni, átírni, leválogatni, több ezeren jelentkeztek. És nehéz dolgunk van, hisz a csajnál Juli lesz, de még a srácot ki kell választani, és nagyon sokan jelentkeztek, tőlem ismerősök is kérdezték, hogy érdemes-e jelentkezni. Csak ne szólj az asszonynak. És igen. Egy elég patentjányka. Csak tényleg? Hát, megjegyzem. Jöhet egyébként. Ugye egy pasit választunk ma ki, aki 4 vagy akár 5 napon keresztül hallgatja a jelölteket. Pénteken ő megmondja, hogy melyik jelölt tetszett neki igazán. Mm-hmm. Azt mondja, Mr. vagy Miss Ked, Miss Szerna, Miss Csütörtök, Miss Busz megálló. De jól hangzik. Miss BKV. És kiválasztja. Összehozzuk őket az éteren keresztül, majd elmennek egy hétvégét együtt töltenek, ami már akár lehet a most hétvége is, vagy maximum jövő hétvége. És aztán elmondják, nem, hogy most, jó, most menjenek most, akkor... Ne adjunk már, persze, hát most van Valentin. Most hétvége. Ez ellen most. Valentin, hát Valentin, persze. Hát most mit, hát majd barátkoznak? Az az ő bajuk, akkor korábban bújnak össze, mint ahogy tervezték. Így van, a hideg összehoz. Jó, viszont annyit tegyetek már meg, hogy támogassatok azt az ötletemet, hogy ha esetleg még szerda lesz az, vagy ne adj Isten, Miss Csütörtök, vagy Miss Ked, és még kettő, akkor még van a kalapban, akkor csináltassunk szalagot és diadémot is. Kinek? Mi szerdának kinek? Érted? Tudod, ha szerdán választjuk ki, akkor ő mi szerda lesz? De nem választjuk ki. Pénteken. A szerdát. Értem, de a szerdai lehet. Aha, de akkor a mi szerda szalagot le kell pénteken cserélned. Nem. Miss Valentinra. Nem, mert pénteken is fog jelentkezni még valaki? Igen. Na, de nem biztos, hogy őt választjuk. Arra a napra vonatkozzon a szalag, igen, de nem a szerdát, az illető. De nem a szerdát nyerte meg Miss Szerda, hanem az egészet. Akkor mi legyen? Tehát ő Miss Bálint. Mi legyen a szalagon? Semmi. Miss Alternatív Bálint. Ki megy el szalagot gyártani? Most te fogsz elmenni? Vagy én? Igen, ezt így szokták. Láttad a izén is, a gálán is, amin voltunk, hogy ott is például a Andrew mellett ott ült egy lány, aki Miss Naprendszer, vagy nem tudom, Miss Universe, vagy Miss... Miss Univerzum. Miss Tejútrendszer. Miss Miss Világegyetem volt, és ezt így szokás. Igen. De jó, én a szalagot nem ígérem. Én nem vállalnék olyat, amit szerintem megint nem tudunk teljesíteni. Na, Júli elment volna. Legyártani egy szalagot Miss Szerda felirattal, lehet, hogy nem ő lett volna a világtörténelem első Miss Szerdája. Vagy Miss Csütörtök, igen, vagy Miss Pénteke, igen. Nem tudjuk, hogy kit választ, minden esetre ma már a pasi bejelentkezik majd 9 óra után, uh-huh. Úgyhogy cingli csajok, figyelem, aki még nem jelentkezett, és szimpatikus az egyén, aki jelentkezik 9 után, az még küldhet nekünk jelentkezést, ugye morningshow@klassfm.hu. Ja. Egy vakrandi hétvégén. De már lány jelentkezünk is van, úgyhogy még semmit nem tudnak a hapsiról. Iszonyatosan sokan értek. Úgyhogy nem tudják, hogy ki a pali. Brutál mennyiségű nő jelentkezett, a gyerekek, imádjuk az ötletet, végre mi is akarunk Valentin napozni, szingli vagyok, 1 éve, 2 éve elváltam, még nem volt senki,
mindenki, szüzek, elváltak, idősek, mindenki. Menő. Mindenki, de hihetetlenül van, Júli mondta, hogy egyszerűen még szerencsé, hogy végtelenített a mailboxuk, már hogy tényleg e-mail formájában, ha nem csatol valaki 600 megabajtos képeket, bármennyi elfér. Mondta, hogy őrület mindenki, van. Mindenki, szüzek, halak, vízöntők, akit rákok, ikrek, skorpiók, igen, madarak, pókok. Mindenki, mindenki. Nagyon sok a szingli nő, és hát bíznak benne, hogy egy nagyon jó pasit fogunk kiválasztani. És azt fogunk kiválasztani. Hát kérdés, igen. Na, szerintem menjenek el már most pénteken. Tehát pénteken mi délelőtt meghozzuk a döntést, hogy reggel. A pasi nem más, mint Alekosz. Hát Istenem, ha ő jelentkezik. Az mekkora átvágás. Hát akkor inkább Conchita. Az mekkora átvágás. Hát akkor már inkább beverek két mojitót, aztán majd lesz. Hát kis csinoska, gyere búj, de csak beszúrjon a szakállam. Valami lesz, igen. Szemmel megiszuk fél deci vodkát. Igen, gyerekek, M3-os autópálya az M0-ástól szó szerint áll befelé. Mi lehet ez? Nagyon durva. Rigó úr küldte nekünk, Rigó úr, hogy megkapjuk SMS-ben, akkor azonnal mondom. Mosonyom, Magyaróvár, Bécsáraz, jó járható, Csorbi, Hajbi küldte nekünk, Báton terenye mínusz 12, és Rum előtt jeges az út, autó a zárokban, ezt T küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyelőre, hogy mi van a nulláson, az M3-os autópálya után befelé, ezt senki nem küldte el. Miért a pasi választ? Kérdezi valaki. Mit? Hát még kiválasszon. Szerintem is. Ha nő lenne az első, és a pasik jelentkezhetnének, akkor a nő választana. Igen. Nyilván, de itt most ugye az van, hogy egy pasi van, és lesz majd négy nő. Mert ő arra gondol, hogy szerintem romantikusabb az, hogy a nőnek érkeznek kérők, és akkor a nő eldönti, hogy kivel megy. Mi pont azért gondoltuk azt, hogy válaszol a pasi, mert kicsit közhelyszerű, meg olyan sztereotíp, hogy most akkor bejelentkezik hat pasi, illetve a nők egész egyszerűen, ha arról van szó, hogy meg kell szerezni egy pasit, jobban dobják magukat. Rámenősebbek, vagányabbak, nagyszájúbbak, és szívesebben hallgatok öt nőt, aki nem azért telefonál adásba, mert könnyűvérű, hanem mert egyszerűen szingli, és szeretne azzal az illetővel megismerkedni, mint öt programozó, matematikus, kicsit gátlásos fiúcskát, aki fél a nőtől, aki ott, mint a démon, várja őket a vonal másik oldalán. A csajok rámenősebbek, egész egyszerűen ennyi. Na, és meggyőző volt? Nem? Meg. Akkor de. Csak. Megpróbálunk kiszolgálni mindenkit, és mi most még mindenkire válaszolunk, még egy-két kérdést elküldhettek, de utána már befejeződik ez a fajta interaktivitás, de hogy szerintünk egyszerűen azért döntöttünk így, mert izgalmasabb, hogy egy sokkal pali. Izgalmasabb. A nőket hallva, hogy bedobják magukat, meg hát ráadásul gyerekek, ma már egy nő is felszedhet egy palit, szóval ma már nincsenek ezek a nagyon erős szabályok, nem, hogy akkor pali megy oda, a pali kéri el a számot, dehogy is, hát elmész egy pesti szórakozó helyre, ott már nem ez zajlik. Melyik egyszer, az? Nekem egyébként Van egy kettő. Nekem egyébként férfiként sokkal izgalmasabb azt hallgatni, hogy miért, milyen okokból vállalnak be hölgyek egy ilyen hétvégi kis együttlétet egy olyan emberrel, akit mondjuk egy nappal azelőtt még egyáltalán is ismertek. Na, megint tehát, te is milyen vagy, látod? Mert férfiak ne tudod nagyjából, de a nőknél na, de ez megint egy sztereotípia. Igen, pont ezt akarom is mindegy mondani, hogy de miért nem mindegy? De te ugyanúgy egy pasi vállalja, vagy egy nő, hát egy nőnek nem lehet. Szerintem is. Tehát egy pasinál jó felség és kaland a nőnél, meg na nézd, hát ő milyen, na most nézd, ő milyen könnyű vérő, és odaadja magát. Hát milyen jó fejek vagytok, hogy ezt nem akartátok. Nem toltuk rá, de nem, csak te mondtad. Hogy még féletlenül se erre céloztam, arra céloztam, hogy engem egyszerűen jobban érdekelnek a csajok. A nők, ez mondjuk szép. Ennek nem, mert az volt az olvasat, hogy úgy tűnt, mintha azt mondta volna, hogy ki az a nő, aki érdekel téged, hogy ki az a nő, aki mondjuk szerdán megismeri Józsit, mert én mondok mindig Józsit, mit tudom én, Maximilian, és utána péntek... Atya úr. Jó, most próbáltam nem valami nagyon szerotik. Gerárdót. Sanyit, Józsit és Bélát mondani, mert mindig ezeket a neveket illetve váltam. Illetve Maximilian Matthieu-t, és hétvégén elmegy. De gyerekek, egyrészt a nők is csinálnak ilyet, kettő, miért nem mehetne? Nem tudok női aggyal gondolkodni. Egyszerűen csak erről szól az egész, hogy férfi aggyal tudok gondolkodni, ezért tudom nagyjából, hogy mit mondana egy férfi. Viszont női agyal nem tudok gondolkodni, ezért vagyok kíváncsi rá, hogy hétfőtől péntekig milyen érveket hoznak elő a hölgyek, hogy ők miért konkrétan. Hogy miért lennének ők jók egyébként, igen. Hogy őket miért érdekli ez. Igen. Ez a klasszik vakrandi. Csak ugye a vakrandinál az az érdekes, hogy ott felállsz, eljössz. Hát itt is. De itt a kritériumunk, a szabályrendszerünk igen, az, felállsz, hogy... elmész. Itt a szabályrendszer az, hogy nem ér eljönni. Ki kell tölteni az időt, nem jöhetsz el, tehát nem az, hogy pénteken lemegyek, ugye ez volt az egyik szabály, hoztunk még egy szabályt, egy gyorsan ítélő bíróságunk, statáriumunk pénteken meghozta a szabályokat. Ugye nem jöhetsz el, nem menekülhetsz el a helyszínről, le kell töltened a két napot. Nincs még egy szoba. Nincs szétköltözés, és hétfőn el kell mondani, hogy miért jött össze, vagy éppen miért nem jött össze. A nemleges választ is abszolút elfogadjuk, sőt, belefér, tehát itt semmi nem erőszak egyébként, nem?
Érezzétek jó magatokat, az a lényeg, lehetőség szerint. Na gyerekek, mikor jön a farsang, meséljetek, mert nálunk otthon dráma van, és szerintem ez sok szülőt érint. Nálunk pénteken volt. Lezajlott, akkor ti túl vagytok rajta. És minek öltöztél? Most én karönülök is, de... Egy bócsipkába bementél? Idén sajnos Virág nem öltözött semminek, illetve hogyha öltözött valaminek, akkor azt úgy mennek, hogy büfés. Mert most a büfébe volt beosztva. És melózott a kis csaj, így van. De jó! Könyörtelen iskola, hogy beosztják a gyerekeket. Hát, srácok. De hát az életre készítik fel őket. Zsebre teheted? A kicsik, igen. Több, hogy hívják ott, paprikás, hagymás, zsíros kenyeret hozott haza a farzsebébe. Lóvé, te hogy WC-t kapta? Tényleg egyébként. Tök jó, a büfés az megy menőszak. Hogy ki volt a WC-s néni, vagy WC-s jó, de akkor neked nem volt, te megúsztad ezt a farsangőrületet, neked nem volt. A kicsik szétörjöngték magukat nyilván, de a nagyok azok már melóztak, kőkeményen. Nálatok mi van, gyerekek? Nálunk még arrébb van. Mikor nálunk még arrébb van, a héten is kezdődik, már az egyik oldalon, aztán meg a jövő héten is, és hát megy az agyalás, hogy akkor mi legyen. Mit csináljunk, most jelmeznek. Mit csinálsz? Veszed, készíted, nem veszed? Nem veszem, ott a csinálás a lényeg, érted? Mindenki, aki veszi, áruló, elárulja a farsangot. Figyelj, meggyalázza rettegek, a farsangot. Rettegek, hogy nincs a boltba oroszlán jelmez. Hallod, tud a gyerek csinál, de hát ott a pont az a dili benne, hogy előtte napokig készülsz, hogy minden este a homlokodon csorog a Technokon Rapid, érted? Meg a homlokodon az izzadság csorog, miközben a cumit teszem be az egyikben a tápszert, a másik gyerek éppen, hogy játszak vele a fürdőkádba, a Viki mondja, hogy hozzam a cumit, és így egyébként hozzak tiszta pelenket, nem állok neki fel. Hát akkor olyasmire nem állok, neki otthon is van. Akkor öltözön a gyerek Roger Federernek. Na, picit nagyok lesznek rá a cuccok, de... Egyébként megkapja a teniszcuccomat, kap egy Wilson-ütőm, nincsen, mert hedden játszom, de szerzünk egy Wilson-ütőt neki, mert Roger azzal játszik. Na. Igen. Szóval, hogy te árulónak nézel azokat, akik megveszik a jelmet. Igen, mert a szentségét, az értelmét veszed ki, mert ennek pont az az értelme, hogy előtte hetekig készülsz, ragasztasz, vágsz, ott áll a gyerek, apa ne ilyet, más színű, anya, de ráfogy, de nincs itthon, de izé. De most ha halálosan béna vagy. Akkor igen. Is, hát mindenki meg tud csinálni egy jelmet. Ezt a gyerek hol érti már meg, hogy azt mondod neki, hogy izét, hogy ne azt néz, hogy néz ki, hanem a szívem, lelkem bele, tehát apa, hát ez egy rakás. Figyelj fel, én lehet, hogy bűnöző, én most azon izgulok, hogy legyen. Ne vegyél már milyen, legyen. Vesz egy pókember jelmezt. Ne vegyél, kölcsönözzél. 25 pókember lesz. Nem pókember akar, nem. Nálunk abszolút demokrácia van. Tehát nálunk az vagy van, legyen van, más hogy pók. Benni megmondja, hogy mi akar lenni, és akkor mondom, hogy ez nem. Aha. Tehát abszolút demokratikus úton döntjük el. Nem, a gyerek kitalált egy oroszlán. Tehát ő most oroszlán. És mondtad, így bemondta, és mondd azt, hogy cowboy, azt láttam már boltban. Mondd azt, tudod, hogy pókember, azt is láttam. Nem, mondjuk, te sem vagy túl eredeti. Nem, cowboy. Legyél indián, varázsló. Nem, figyelj, tényleg is, akkor mondom, hogy mi akarsz lenni, és így, tudod, lefuttattam azt, amit az elmúlt két hétben már így nézelődtem balra-jobbra a bevásárlók között, ahol mentem, mondom, ezt bemondja, meg vagyunk, azt bemondja, meg vagyunk. Minden meseljelmet, ezt begyűjtöttem, majd, hogy bármit ott meg vagyunk. És szugeráltam, hogy mondd azt. Erre bemondta, én nem tudom, hogy honnan, álmomban nem tudtam, hogy oroszlán. Oroszlán. Értettük. Egy, ja. Na, és hol akadsz meg? Hol akadsz meg az oroszlánnal? Több helyen felé. Egyrészt rohadtul kívül, hogy nem láttam se a boltba. Tehát innen indul a dolog, hogy nem tudom, mit adok a gyerekre, nem állok neki oroszlán jelmezt csinálni. Kettő, ha megcsinálom az oroszlán jelmezt, miből csinálom meg a sörényét, hogy csinálom meg, utálok ragasztózni, vágni. Kérlek. A Viki egyébként imád, de most azért ő az elég le van kötve. Tehát nem csinálok oroszlán jelmezt. De csinálj, meg rossz szülő vagyok. Csinálj, elmész, itt az ülőin van egy kreatív bolt. Veszel egy méter kalapgumit, kérlek szépen, veszel egy oroszlán színű, ekkora nagy ilyen vastagszálú pamutfonalat. Kerip. Körbe rakod a fején a gumit, alul megkötöd. Rákötöd a izéket, a szőröket, levágod, két fület ragasztasz bele, és kifested a gyerek órát. Úgy nézek ki, mint a kész. Hát szerintem Feri erre akar célozni. De hát már megvan a feje. És kell egy... Marcellus válasz egy... Akkor miért van? Miért? Ugye, ahogy volt a ponyvaregényben. Ennyi. Feri, nem. Most nekem erre nincs érkezésebb, hogy ilyen modorosan mondjam. Haj, kölcsön kéred anyósoti. És arra gondoltam, hogy veszek parókát, leveszem a WC-deszkát, ráteszem a WC-deszkára a parókát, szépen azt a nyakába akasztom, az lesz a sörénység, egy gúrti WC-papírt ráragasztok. És mondta Benni, elmondtam neki az ötletet, hogy a gyereknek csillogott a szem. Őnek ez tetszett. Azt mondta, hogy figyelj, a legkirályabb ötlet, hát a sörény, egy WC-deszka, rá a szőr. Nem. Alternatív farsang. Ez nagyon jó. Hát akkor miért nem csináld meg ezt? Ezzel nem küldöm be a gyereket nyakába egy WC-deszkával. Bármennyire is tetszett, ránéztem a Vikire, és már a pillantásából éreztem, hogy most akkor menjek haza, aztán beszéljem meg ezt anyámmal, de
Te ezt, hogy... otthon, ezt otthon erőltessem. De és akkor mondtam, hogy rendben. Ez a baj, hogy nem vagy otthon a mostani modern, trendi rajzfilmekben, animációs filmekben. Nem. De mivel tudok, mivel, ugye én minden évben úgy küldöm be a gyereket, hogy most nyerünk. De ehhez ő is kell, és ha bemondja, hogy oroszlán, hát az oroszlánnal nem nyerünk. De miért szerinted, mivel nyersz? És mondtam neki, milyen oroszlán lenné, fia, a gyerek eljátszotta, és oroszlánok voltunk egész este, és én voltam a nagy oroszlán, kergettem a lakásba, tehát őrületesen hoztam az oroszlánt egyébként, négy kézláb mászkáltunk a lakásba. De mivel nyerünk? De annak jobb mivel idén, volna, mivel nyerünk? Mondjuk azt mondta volna, hogy Sally Carrera akar lenni a Verdákból. Akkor lettem volna elkeső, azt mondja, Conchita Wurst. Mondom, itt nagyon nagy a baj. Akkor de viszont nagyon nagy a baj. Na, mert mondjuk, ha valahol nem még be tudtál volna neki ültani egy üres Porsche 911-es kaszni, és azon oda begurultatokon, az nagyon menő lett volna. Az egyébként menő lett volna. Az a baj, hogy az OVJ nagyon humánus, és azt mondja, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket. Nincs és első. Volt szülő, el akartam menni, hogy ezzel nem felszólaljak, hogy kikérem magamnak, hogy nincs verseny a farsangon. De miért ölik? Én lelkes szülőként egy éve arra gyúrok, hogy megnyerjük a farsangi versenyt, minden évben. Egyébként nem, az van, hogy nem nincs verseny, hogy ne legyen frusztráló azoknak, akik nem nyernek. Mindenki beöltözik, sütiznek, együtt vannak, játszanak, de nincs effektíve egy kiemelve, aki nyer. Az ilyen ötleteket azt kérdezi, aki két éve nem tudott már nyerni. És azt mondja, hogy igen, szerintem ne legyen, ne legyen verseny, szerintem, mert de miért is? Feli szólaltam a szülő, mondom, melyik szülő ezt kitálta, maradjon itt egy pillanatra, jó? Mert én viszont nyerni jöttem. Ennyi. Tehát én viszont azért jöttem. Miért ne tanulnál meg a gyerek ezt, hogy... Figyelj, van a kovik, akik így nyomnák, van a kovik, akik aztán, hogy ők nem csinálnak műsor. De az élet szeretem. Tessék? Az élet harc. Tanulja nem meg. Biztos, hogy 5 évesen kell elkezdeni, nem? Vagy már 5 évesen? Mi nálatok van verseny? Hát a legnagyobb harcokat ők már levívták, az, hogy kijátszik a menőjátékkal a csoportban, minden nap harc egy gyereknek. Hát most miért ne lehetne az, hogy... a szülők szerintem jobban presztizselnek egy farsangon, mint a gyerekek, nem? Hát nyilván te akarsz nyerni nálatok is, nem a Beni. Ugye, hogy kicsit inkább a szülő akarja azért ezt a dolgot megnyerni. Minek nálatok költözött? Nálatok mi volt, vagy mi lesz? Még nincs kidolgozva a terv, mi több felé mozgunk. Az egyik az ugye spongyabobot kellene készítenem. Az nagyon jó. Azt tökre meg lehet csinálni. Kérlek szépen, spongyabob jelmezt is meg tudod csinálni. Na, hát mindent meg tudsz, ha van affinitásod, meg akarod. Hát de akard, élj vele. Hidd el, hogy amikor bevonultok majd, és ott a zsűri előtt esik le róla a jelmez, amit te csináltál, mindenkinél boldogat. Semmi nincs, sütizés van. Hát sütiznek. Ami jó egyébként, zsűri, hát nem egy izé ez. Nálunk nem is tudom, hogy van-e versengés. Na, most arcoskodsz, a szfingod nincs, hogy zajlik nálatok a farsak. Hát mindegy, megnyerjük akkor is, ha van, ha nincs. Bemész, berúgod az ajtót, megjöttünk! Ferenc, ne arra, hogy ön az egyetlen szüle, egyrészt legyesz, és kifáradt. És tegnap volt a rendezvény. Tegnap volt a farsak, nagyon szépen köszönjük, és Soma ott áll lebigyett szájjal, és egy kartondobozos pongyabobként. Nagyon jó, Ferenc, tegnap volt a farsak, egyébként nincs verseny, 3 éve az óvodában. És idén eltekintettük a jelmezektől is, de egyébként nagyon ügyes vagy. Te is, kislányom. Azért nálam itt van egy süti. Ez a spongya, a spongyabobba utazol? Hát nem, mondta több ötlet is, de ez például... Mi a többi? Én lepattintottam a... Tükörponty, mert... rántott szelet. Én ilyen kajavonalon nagyon jót tudnék elképzelni. Tényleg, Nagyon jó. Meg lehet dizájnolni, és akkor bemegy, érted. Mi leszek, apa? Mi leszek? Hogy mi ugyanaz, mint a vaj? Kolbász. Kolbász. Sonka. Igen. Csalamádé akarsz. Idén is rántott oldalas, vagy sült oldalas. Igen, és én vagyok a körette, már nem is ide jársz. Én határozottan rosszul éreztem magam tavaly előtt, amikor a Soma pókember akart lenni. És már láttam, hogy megszerezzük nyilván ezt. Na, a látod, pókember bennem ez én... nincs. Bennem az van, hogyha ő pókember akar lenni, és ő lesz a 26. pókember. Ne ez boldoggá teszi, hogy a 26. pókember. Nekem jobb az ő boldogsága, mint hogy kiemeljem és ráerőltessek egy olyat, amivel nagyon egyéni, viszont a gyerek nem akarja. Nem, te lusta voltál, mert kicsit izgultam, pókember... hogy mondta, hogy pókember megvan a tavalyi. Megvan a tavalyi, anyád elrakta, tudom, hol van. Meglepett az oroszlánnal, meglepett. De hogy ez nem rólunk szól, hát legyen, ami nem akar. Már. A pókember, pókember, de nem is baszol hozzá. Ez a gyerekről szól. Nem, mert te menekültél ki a jelmezkészítés elől azért, hogy azt mondtad, hogy persze, pókember, mert akkor azt megveszed. Csak presszionáltam valamerre, de nem, az oroszlánnal keresztbe húzott a gyerek. Ez a pókember is, tudod, lehet, hogy persze, pókember, meg lehet, hogy sokszor azért elnézőek vele a szülők, meg az óvónénik, nem, mert látszik rajta, hogy alkatilag mondjuk nem annyira pókember típusú a gyerek, hanem vagy ha pók, akkor fekete özvegy, érted? Mert kicsit gömböly, de tudod, hogy bejön a kis srác, és akkor szolgat egy fánkot közbe, tudod, hogy azért érted, akkor már legyen már tényleg pókember. Akkor legyen slank, érted? Legyen benne robbanékonyság, jöjjön, menjen, mint a villám, de hát amikor tudod, bedőlni. Persze, a kis vitamin golyót, persze, lőjön fonalat, és ugráljon az a terembe. Ez megint egy ilyen felnőttes elvárás, hogy egy duci gyerek ne legyen pókember, a pókember kövér, vagy sovány. Hát most a pókember, egy duci gyerek akar pókember, ne legyen pókember, nem? Hát, cukik úgy is egyébként, a duci pókember ugyanolyan cuki gyerekkér, mint a vékony pókember. Nem? Tehát szerintem ugyanúgy lehet.
És látok, van zsűri is akkor? Nagyon remélem. Nagyon remélem. Most egy kicsit így meg... Most megrettentem. Megrettentem, mert hogy mi van, már ez ilyen ódai szabály, hogy már a legtöbb helyen már így ezeket a versenytípusú dolgokat, ezeket így tiltják. Béka, nem... kérdezz meg, ha most mennek be, kérdezze meg. Mert ha nincs verseny, egyből letoljod, akkor hogy mi a... nem érdekel. Ha, ugye, hogy te presztizsálsz ezen, nem a gyerek? Még mielőtt az idei kreációt megmutatnánk, mindenki fogadja el ezeket a kis csomagokat, disznótoros van benne. Igen. És házi sütemény, kis ez az. Nem kell megköszönni. Illetve... Férfiaknak egy üveg pálinka. Igen. Mivel veszed meg a zsűrit, ezt mond nekem. Én nagyon szeretnék nyerni. Tehát, hogy tényleg, ha már csinálod, de a legfontosabb az, hogy együtt dolgozzatok a gyerekkel. Az egyébként tényleg jó. Oda az egyébként tényleg jó. Szétesik a jelmez. Ezt nem kell. Mire beszáll a kocsiba, a gyerek a dobozba, szétesik, lerohad, útközben ragasztasz. Ezt úgy kell csinálni, egyiket ezt az óvonéleknek vagy a dadusoknak mondom, hogy abban az esetben, ha van valami nagyon komoly pártoló tag, úgymond a szülők között, aki időről időre mindig támogatja az iskolát valamilyen formában, és nem szeretnék a támogatást elveszíteni azért, mert hogy a gyerek nem nyer semmit, akkor ott van a külön díj. Az mindig jó. Az mindig jó, mert... Azt hogy intézed el, vagy ez kikapja, vagy ez micsoda? A külön díjat azok kapják, azoknak a gyerekei, akik nagyon sokat tesznek az óvodáért. Halálosan béna a jelmez, halálosan gyenge, nyilvánvaló, hogy nem nyerhet vele, de azért szeretnék, hogyha jövőre is megcsináltatná a vízgázfűtést. Nyilvánátok volt ilyen, hogy gyere pisike, kapsz egy ilyen nagyon ronda külön díjat, a nagyon ronda jelmezet. A legötletesebb jelmez díja. Igen, de apád viszont annyira jó karbantartó, hogy neki neked viszont akkor adunk valamit. Volt ilyen tényleg? Így van, és hát hogy valaki lerakta azokat a térköveket is az óvoda köré, hát jó lenne, hogyha jövőre is mondjuk így elérne egészen a garázsig, akkor hát a gyerek itt van a külön díjasunk. Fel vagyunk háborodva itt a paraszolvencián, meg az adó elkerülőkön is már megy a vesztegetés, a díjazás, a megvett díjazás egy farsangon, egy óvodában. Hát nem az előfeszítésű világértékelésről van szó. Hogy ötönke megkapja a legszebb jelmezt, miközben apuka nagyon jó karbantartó. Uh-huh. És a többi szülő meg fújjok, hogy bunda. Így van. És ötönke milyen volt? Tényleg nem volt ügyes? Hát nem különösebben. Tehát, hogy... De nem neki kell ügyesnek lenni, hogy jelmeznek Superman, jól. Superman, na G.I. Book fencsel, azt nem tudok. Na akkor fuss egy két kör, azt sem tudok. Tudod. És akkor volt a kezébe egy, hogy hívják, egy ilyen pálca, a tetején egy csillaga, meg szemüveges volt a gyerek alapból. És volt egy kis sem a homlokát. Na most magamnak, mert Harry Potteri szemüveges volt egyébként. Tehát az, hogy szemüveges volt, az nem baj. Tehát nem, az nem baj. Lehet egy csak szemüveges nem Harry Potter, már Harry Potter, igazi Harry Potteri szemüveges volt. Csak mondom egyébként, hogy Peter Parker is egyébként. Ő is szemüveges alapból. Na. Fölült erre az izére, mi az? Seprű, vagy nem ül föl. Igen, és kvidicseltek. Kvidicseltek, vagy nem kvidicseltek, ez a lényeg. Ha azt valaki megcsinálja, hogy repül egy kört az udvaron, akkor övé a földi. Az óvoda, úgyhogy nem tudta kvidicselni. Á, gyerekek, nem egyszerű. Nem egyszerű ez a történet. Az egésztek abba kéne hagyni. Mit? Nem, semmi, minden. Abba kéne hagyni a farsangot? Törődj bele az oroszlámba. Csináld meg, mondom. Így van, csináld meg, ennyi az egész. Szerezél valahonnan tényleg ilyen fürtöket, csinálj rajtokat. Csinálj már nekem egy oroszlán jelmet. Mi én? Hát de pont az, hogy a gyerekeddel csinálod. Erre izgulsz, hogy te izél minden nap csinálsz, amit a gyerekkel. Én szeretem, nem, igen, kis kézműveskedés, ragaszgatás. Most ha letetted a gyereket, nem tudsz összeütni nekem egy oroszlán jelmet. De összetudok, de pont figyelj. Az a lényeg, hogy te meg a gyereked ütöd össze. De megyek én, most szedjük össze a hozzávalókat. Én szerdán planetáriumba viszem a gyereket, vagy csütörtökön után megyünk, nem tudom, minicitizni, meg még elviszem a pálvány csepkőben. Nem, van valami 6 éveseknek neki a Halász Judit alá mondja. Nagyon jó az egész program, naprendszer, bolygó, Halász Judit énekel közül, nagyon jó. Uh-huh. Utána megyünk Pálvölgyi barlangba, hogy megyek én, jön, csinálok én programot, hogy egy karton folott görnyegyek, hát nekinek öt anyja van. Hát csináld meg ezt az oroszlánt, érted? Akkor ne otthonról vidd el, mégiscsak érted, kár lenne azért az ébenfa WC deszkáját, vidd el innen ezt. az ébenfa WC deszkáját, ez a 300 fontos műanyag. Vidd el innen ezt, Feri meg leborotválja melléről a szőlepét, ez őszül öreg oroszlán lesz. Mi vagy, te vagy egy fogatlan oroszlán. Vagy az öreg Szimba. Na jó van, 7:30 pontosan, 4 perccel jövünk mindjárt a játékkal, már sok jelentkezésünk van, de ha valaki még szeretne jelentkezni, akkor írjon nekünk SMS nyugodtan. Jó, Óve Mácsival Berulénivel játszunk, nem sokára mi pedig jövünk, Ákos híre után. 3:48 van egészen pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgetünk, hogy kinek milyen frusztrációja volt a farsangi ünnepekkor, kit mibe öltöztetek. Kiderült, csak neked van ilyen. Igen, kit mibe öltöztetek gyerekként, kire mit erőltettek rá a szülők, mi akart lenni, és mégis mi tudott közben lenni, mert hogy gyerekkorban, vagy talán mi gyerekkorunkban még nem volt ennyire
hát hogy is mondjam, a gyereknek döntési joga, akkor nem biztos, hogy mindig az akartál lenni, vagy azt tudtál lenni, ami akartál, volt, hogy anyád, apád kitalált neked valamit, vagy rád erőltetett valamit, és hát azt gondolták, hogy te abban milyen vidám leszel. Ugye most már azért a gyerekeknek több joguk. Robot jelmeszem. No. Hogy de jó Istenem, volt. De villogott jó. A lámpája. A mellkasán. Az menő. Ez is papírral volt bevonva az összes doboz, mert két karton doboz kellett, egy a testre, egy a fejre, négyszögletes volt. Pingponglabda rugón, az volt az antenna a tetején, elől érted nagy piros gomb villogva. Hát én lóka vagy bolka szerettem volna, nem tök mindegy, mert soha sem tudtam, hogy melyikük melyik. Tehát, hogy az alacsony kis gömbölyded, az a lóka, és a magasabb a bolka, vagy fordítva, és soha nem tudtam. Szerintem a bolka volt a kicsi, a lóka volt a fekete. Én mindig csak lóka-bolka, úgy hívtam őket. Lóka-bolka. Őket imádtam, azt szerettem volna lenni. Volt egy időszak, amikor Yuri Gagarin akartam lenni, és volt egy olyan... Az de lóka-bolkában mit nem engedtek? Hát ott csak egy rövid nadrágot, mert egy papucsot kellett volna rádadni, vagy nem tudtad megvalósítani, vagy nem? Az volt a baj, hogy gyakorlatilag étköznapokban is úgy néztem ki, mint ők. Tehát, hát minek öltözél? Lóka-bolkának. Akkor irány a farsan. Kb. Ennyi. Meg tenkes kapitány akartam nagyon sokáig lenni. Mert azt nagyon-nagyon szerettem. Az jó volt. Azt hát az egy bajusz, egy jó ruha. De az bizony. Azt én is. Igen. Hmm. És egyik sem sikerült? És ennek ellenére mindig mi voltál? Vagy mert hogy szerettél volna? Tehát, hogy a cowboy. Mindig rohadtó cowboy voltam. De azért akartál, vagy ez volt otthon? Hát ez volt, amit otthon meg lehetett oldani. Cowboy. Tehát rajtokat tök könnyű volt a farmernadrágnak az oldalára varni. Veszkocsizna mondjuk soha nem volt, tehát fura volt a cowboy, amikor bejött ilyen gumiszandálba. Tudod, kék színű gumiszandálba. Emlékeztek erre, aminek mindig annyira belenyomódott a lábadba a csat, hogy még két órával azután, hogy levetted a szandát, még mindig ott volt a nyoma bent a kis lábadban. Gumiszandál volt a farmernadrág az oldalán rajtokkal, volt egy ilyen nagyon jó ilyen kis sheriff pisztolytáskám, abban volt egy ilyen rózsapatronos kis ezüst színű ilyen műanyag pisztoly, és hozzá egy ilyen lehetetlen kalap, ami egyébként egy rendes kalap volt, tehát nem cowboy kalap volt. Igen, apám vettem, mint tudom én, bírósági tárgyalásokra, vagy valami, hogy inkább ennyi. Na, gyorsan nézzük az SMS-eket, előtte egy-két közlekedési hír. M3-as bevezető elesett lassan Magyarodnál, van a sor vége. Ez Dedi küldte nekünk, baleset a 31-esen Sűrsáv után. Torlódás van az M3-as bevezető baleset miatt áll Pest felé már az M0-ástól. A baleset a Szerencs utca előtti felüljáróban, ezt Csilla küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egészen pontosan két autó csúszott össze, és ez okozza a dugót, kitartása befelé haladóknak. Ezt is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Megyeri hídon Újpest felé buszütközött autóval tart a helyszínen, és csak egy sáv járható, ezt pedig Szandra küldte. Na, és akkor nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, ki mennyire lett frusztrált régi farsangok miatt. Én spenót tükörtojás jelmezben gyalogoltam 12 kilométert az iskoláig, mert lekéstük a buszt Ricsi Pécsről. Azért az nyomot megmutattad hagy. Megmutattad az egész. Igen, az nyomot hagy, mikor mész ott az árokpartján 12 kilométert, mert lekésszed a buszt, egy ilyen spenó tükörtojás kombóba kívül haladsz. Zöld, belül sárga, középe meg fehér. Igen. Nekem a nyakamba akasztott anyám egy kötényt, a fejemre egy svájci sapkát, és én voltam a Schusterina. Ha? Azért régen, igen. Szóval, nem gondolta túl a mama. Vízzel kellett főzni keményen. De hát tényleg ilyenek voltak egyébként. Igen. Az egyik című állatvédőnek öltözött. Aztán így egy hallgató, hogy... Ja nem, ez koncsítás, SMS, ezt nem olvassuk be. Én gyerekek almás telónak öltöztem. A nyugdíj előtti tanárok nem tudták felkonferálni. Azt se tudták, hogy mi az. Épone. A versenyt egy nyomorúságos Samsung nyerte. Samsungos írja egy hallgató. Én évekig vagy Zorro voltam, vagy varázsló. Muter hol levette a csillagot a köpenyről, hol visszavarta. De jó. Persze, csillagosan varázsló vagy, anélkül Zorro. De frusztráció lényeg annyi, hogy én mindig ninja akartam lenni. Tök jó. Anyád megálmodta, ugye régen igen. A farsang erről szólt, nem volt ekkora demokrácia, mint de most. Az is benne volt. Megcsináljuk együtt, ugye a mi szüleim még azért kicsit poroszosabban neveltek, tehát ott az volt, amit a szülők akartak, a gyerek megcsinálta. Most azért inkább a gyerek felé megy a gyereknevelés, és nem azt mondom, hogy a mi generáció már úgy neveli a gyereket, hogy a gyerek azt semmit akar, de jobban kiszolgálod, vagy mi kiszolgáljuk a saját gyerekünket, mint amennyire minket kiszolgáltak a mi szüleink. Tehát a két generáció között szerintem nagyon nagy nevelésbeli különbség van. De ezek egyébként, ezek az univerzális jelvek. Ez az, hogy leveszem, visszateszem. Idén mi akarsz lenni? Zorro, kéményseprő, ninja vagy varázsló? Na, válasszál. Igen, ez a levett a csillagokat visszarakta, ez nagyon jó, Szatyi küldte nekünk. A legtökéletesebb a faterom volt, kitalálta, hogy én fa legyek az oviban. Király volt. Ezt Csini küldte nekünk. Az se nagyon
Kreatív, de jó. Hogy csinálod meg? A fát? Hát, ráraksz egy kartondobozt, három ilyen bozótszerű ági, ez kész. Már meg is vagy, na látod? Hát barna magas a gyártás. Barna magas a pulcsi, igen, meg is barna kornadrág, barna cipő, aztán befele mellett az óvod előtt a fáról letört a két ágat, azt gyártatok. Te mi vagy? Fa. Igen. Az én férjem annyira kreatív, hogy azt mondta a 7 éves fiamnak, legyen a Farsangon hiányzó iskolás. Ez a tuti nyerő lenne egyébként. Lányom nem akart jelmezbe öltözni, mert évek óta az egyik osztálytársa nyeri a Farsangot színházi jelmezben. És nem érti meg, hogy ő miért nem. Évek óta egy valaki nyeri a Farsangot, vagy ez SMK-s a szülőgyerekek, vagy ott komoly pénzeket fizet neki, hogy a gyerek megnyeri a Farsangot. Nem? Tehát évek óta egy lány nyeri a Farsangot, azért az is elgondolkodható. Igen. És látom, én minden évben királylány voltam, a nagymamám csinálta a jelmezem régi függönyből. Minden évben újat. Imádtam. De lány hallgató írta? Igen, ja, Józsi. Na, igen, na, azért nem mindegy. Igen, srácok, nálunk mindig tudtuk, hogy ki nyer. Egyszer sikerült nyerni, akkor viszont ellopták a fél tortánkat, szerintetek. Hogy mindig tudták, tehát le volt osztva, hogy melyik szülő, melyik gyereke nyeri meg a Farsangot. Az hát, nagyon kemény. Hát, mondott a karbantartásért, érted, egy kis izé plusz pénzért. Először is köszönjük szépen az új nyílászárókat Kovács apukának. És most egy ötletes! Kovács Lajoska! Igen. Gratulálunk! Szép volt, szép volt! Egy száz cigi voltam, apám nem túl okos, írja valaki. Azért nem, mi akarsz lenni? Cowboy. Mondom, mi akarsz lenni? Cowboy. Jó, cigi leszel. És a gyerek bemegy egy cigiként. Azért az milyen, nem? Figyelj. Azt se tudod mi, az nem is szívtad még, nem is próbáltad. És apát hatalmas karton, bele vagy görgetve, itt összeragazgatva, és kész, hogy egy ilyen henger. Igen, megy, és a tetej elemlámpa volt a tetejére hallgatott, tehát világított a parázs világít. Figyelj. Menő. Gyerekek, kezdem nem olyan rossz. Szerintem nem olyan rossz. Én most kicsit örülök. Én a saját lenyújtatásom véget, én örülök. Ez az oroszlán jelmezzel, ezt megszerzem a gyereknek, középkategóriásnak elmegyek. Figyelj, tehát valahol a középmezőben jó vagyok ezzel az oroszlán jelmezzel. Tehát azért mégsem öltöztetem ciginek, de nem is gyártok két hétig jelmezt otthon saját kezében, mert a haja még nekállna. A cig is bonyolult. Te úgy is szereted a minimalista stílust, legyen a gyerek hókupac. Érted? Egy fehér lepedővel csókolom. Te mi vagy, Beni? Hókupac. Kitalálta ki? Várjál, kitalálom apád. A apád nagyon kreatív. De vannak itt még kreatív szülők. Én egyszer pattogatott kukorica voltam, rá volt varva a ruhámra. Azért jó, az is kemény. De hát azért utána az meg tudtad enni. Figyelj, na? Én abból már láttam a gagyit is, meg nagyon melósat. Tehát a gagyi az volt, hogy volt rajta 20 darab rávarva, a fehér lepedőre szintén 20 darab pattogatott kukorica, de láttam olyat, amin nem hazudok nektek, szerintem egy ilyen 5-600 darab volt rá varva. Az egész gyerek tényleg úgy nézett ki, mint egy rohadt nagy kupac popcorn. És abba azért volt meló. Tehát, hogy ott azért ott respekt. Respekt és tisztelet Zsoltának a békának. Így van. Igen, az lényegtelen, hogy te mi akarsz lenni, a lényeg, hogy anyád mi akar lenni, vagy minek akar téged öltöztetni. Anyukám tele volt kreativitással, voltam kacsa, a fenekemen párnával kitömve, aztán mobiltelefon, és voltam kibolyhozott csirke combcsont is, ami a hajába volt tekerve, mert ősember voltam, a rózsacím macim volt nyársra tűzve. Tök jó. És hányszor nyertél, érted? Ez jó. Vidám a hülye csinálsz a saját gyerekedből, tudod. És egy vasárrepébénél. Jaj, hol a farsom, mi legyen? Megvan! Ősember! Gyere csak ide! Így ez tök jó. De még jobban járt, mint hogyha mondjuk az apa akarta volna megvalósítani valamelyik kedvencét. Ó, oh, imádom a seppes arcót. Ó, oh, Al Pacinoval. Legyen kábítószer dillár! Király! Van, ami nagyon durák. Anyám mindig hastáncos nőnek öltöztetett be. Túlsúlyos, nagyhasú gyerek voltam. Ez ment évekig. Nem volt cing. Á, de hogy üdv, Rob. Azért, amikor anyád kitalálja, hogy legyél hastáncos nő, és bemész kicsit frusztráltan nagyhasú gyerekként, és akkor ott táncolnod kell fiúként, azért az is kemény. Tehát a mama nem volt tekintettel a gyerek lelki világára. Fájtom az arc előtt. Rá is végre leplezzünk le, hogy ki a kis hölgy? Robika! Robika! És elsősorban mutat, hogy táncolj már! Táncolj már! Rázd a hasad, rázd a senked, ez az, gyerünk! Kutyaház voltam, nem hiszitek el. Hiszitek vagy sem, nyertem vele. Így egy hallgató. Kutyaházzal? Az vagyok nagyon menő. Megnyerni egy kutyaházzal, az menő. És te jössz, te vagy a kutya benne? Igen. Volt, hogy mi voltunk a négy testőr, csak hárman voltunk, de nyertünk. ez is tök jó. Aj, nagyon jó SMS-ek jönnek. Igen. Hát amikor a szülők ugye saját kezükbe veszik az irányítást, és mindegy, hogy a gyerek mit akar, de ez tényleg inkább inkább a mi generációnk volt még. Mindegy, mi akartál lenni, anyád, apád eldöntött. De a négy testőr az nagyon jó. A négy testőr nagyon jó. Nekem azok tetszettek még, amikor egyértelmű volt, hogy nem lehet megvalósítani a dolgot, úgyhogy teljesen hiteles legyen. Például láttam annak idején, az nagyon tetszett, nagyon szerettem, hétfejű sárkányt. És hogy az egyik fej ugye nyilván a kisgyereknek a feje, és utána még hat ilyen nagyon béna, ilyen ráaplikált, ráerőltetett, rávarrott ilyen izével. Igen,
kicsit megfáradt, tudod, ilyen izét, ilyen beájult sárkányfék, így lógnak le mindenfelé. És akkor te mi a hétfejű sárkány? És látod, hogy apuka igen. Nagyon dolgozott rajta. Tehát apuka heteket dolgozott a jelmezen, már kicsit kornyadozik a sárkány feje, tudod? Ki nagyon jó kének. Sanyi, a kőműves voltam 94-ben. Hatodik lettem, legalább 200-ból. Na, Niki az SMS írója, a Sanyi a kőműve. Na, ott kinek az álmát valósították meg. Anyáik nyilván. Sanyi. Bali, tegyél a gyerek korábbi 5-6 ceruzát, és kész a toltartó. Jó az ötlet, köszönjük szépen. A legrosszabb élményem a farsanggal kapcsolatban, hogy tini ninja voltam egy hatalmas szűrővel a hátamon. De hogy gondoltok bele, egyébként tényleg mennyire frusztrált. Gondolj bele, hogy 5-6 éves vagy, és ennyire megmarad. Ha mondanod kéne még 3 emléket 6 éves korodban, nem biztos, hogy tudnád. De ki kellett állni emberek elé, nyomorultul érezted magad, hülyén érezted egy tésztaszűrővel a hátadon magad, tudtad, hogy nem vagy tini ninja teknős, és megmaradt. Mert ezek 5-6 éves gyerekkori emlékek, kevés minden marad meg, nem? Én is emlékszem a farsangra. Tehát, hogy valami olyan frusztráló dolog történik, hogy 600 szülő mindenki drukkol a saját gyerekének, hogy ez megmarad. Tehát ezt ugye stresszként élted meg akkor valószínűleg. De miért nem? Azért marad meg, mert nagyon jó élmény. Hát, de akinek tésztaszűrőt tettek a hátára, és elhitették, hogy tini ninja, én nem gondolnám, hogy neki ez olyan jó élmény. Én is voltam gyógyszerész, tehát csak mondom, hogy és na, vajon miért? Mert az édesanyám gyógyszerész volt, csak amikor bementem fehér klumpába, fehér nadrágba és fővárosi gyógyszertári központ feliratú köpenyben, a kezemben egy ilyen lombikkal. Szerintem frusztrált voltál. Nem? Azért, szerintem érezted. Én nem akarok gyógyszerész lenni. Mondjuk azért menőbb lett volna, hogy a gépkocsi vezető vagyok, és mondjuk így behajtok az ille a nagy teremben. Nekem kicsit most ezeket így halva, meg látva ezen esemeseket, nekem tetszik, hogy nem versenyeztetik meg őket. Tehát az, hogy mindenki jól érzi magát, sütiznek, esznek, isznek, de nincs ez a kinyert gyerek egyik sarokba sír, mert ő nem nyert, a másik körül, és akkor nem biztos, hogy ezért rossz. Gyerekek, öltözőben mindenki aztán. Jó, de te ne paraszkodjál, 3 éven keresztül mindig nyertél a víztoronnyal. Egyrészt, kettő, hogy 4 SMK-st vettem meg, hogyha a gyerek nem nyer az oroszlájjal, ezzel rohadt nagy balhé lesz. Na jól van, játszunk Óven bácsival és Beron nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beron néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok. Ó, de sokan sziasztok. Vagytok. Hello, ciao. Kik vannak ott? Bea. Bea. Niki és Berni. Ó, Bea, kihangosítom vagyunk? Igen. Fú, nem tudtok félreállni, átvenni minket, mert ez... Abszolút félreálltunk, fülemre rakjalak? Azt is tudod, hogy csak a telefonon megnyomod a hangszórót, és akkor hallják a többiek is, de a kihangosító az nekünk nem annyira nyerő. Ja, úgy vagy. Ja, úgy vagy, tehát nem kihangosítom, csak hangszóróval vagy kihangosítva. Igen, hangszóróval vagy kihangosítva. De most jobb egy kicsit, ha hangosabb vagy. Jó, lehalkítottuk. Na jó, van akkor. Anya is 3 lánya? Nem, anya és 2 lánya, meg egy 8 hónapos kisfia. Ja. Ó. És akkor mind a 4-en, vagy a kicsi otthon? Tessék? A kicsi otthon, a 8 hónapos. Nem, itt van ő is. És milyen szépen beszél. Ja, és akkor a szakkör az, hogy a gyerekeket el az iskolába, óvodába, közben ott van nálad a 8 hónapos. De a... Igen, egy kellemesen átaludt éjszaka után. Na, de tényleg? Dehogy is. Jaj, de kicsit megijedtem, hogy vannak még, akik átaludták az éjszakát. 8 hónaposan még föl sír. Nem, 4 hónapig átaludta. 4 hónapos korától nem alszik. Nem alszik. Azt a mindent. És a tesók örülnek még a kicsinek? Imádja. Őszinte, nem az anyukát akarjuk hallani. Szívünk szerint visszavinnénk. Nem lehet vele semmit csinálni, még nagyon pici. Na jól van, hát meglátjuk, milyen lesz a feladvány. Jó, sokan vagytok. Iskolába viszed már a csajokat? Hát igen, de már elkésünk. El az első órad nem... Na, de lesz volt a kollégai. Most kezd a fejed felett összecsapni a hullám. Két gyerek elkésik, a kicsi sír, és még... Játszol közben a rádióban. Játszol, igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beron néni, mert ez kevésbé fontos. Hát valami Jurassic Park. Forgászik. Igen. Aha, lehet, hogy csobbanásokban úgy ítélem meg, hogy ez egy éjszakai fürdőzés. De ott szörnyű hangok vannak. Jön az ének, figyeljetek, egy rövidésztet. Nem is annyira nehéz. Szerintem is. Hogy hívják a picit? Black Jagger. Ó, jó! Nagyon ügyes. Így van. Akkor gyertünk? Igen, ügyesek vagytok. Igen.
Ügyesek vagytok, jó. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönjük. Ki találta ki? Ki volt az? Bea, ki találta ki? Melyik lány? Őszintén? Igen. A párom a telefonban. Ó, még telefonos segítség is van. Be volt. Hát ő is itt van. Be voltatok biztosítva azért rendesen. Öten játszottatok. Hát valami segítség kellett. Igen. Be elengedünk, jó? Menjetek, köszi játékot. Köszönjük. Ciao. Hello. Hello. Hello, hello. 8 óra van pontosan, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:09 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kérdezi valaki SMS-ben, csak nem Hajdú Petiről lesz szó a következő megszólalásban. Csak dobott Balázsnak egy SMS-t, hogy a kedves rokon pár panaszkodott, hogy mostanában nem kap annyi jogdíjat magyar rádióktól, és hogy menjen le már. Igen, hogy valami, vagy valamit tegyünk már. Nem, egyébként ez teljesen abszolút szerkesztettebb bent volt, tehát nem is nyúltunk nagyon a zenéhez, hát ilyen régebbi zenéink is vannak, de nem Peti lesz a következő megszólaló, ugye ő nagy barátja Hedőjének. Nem barátja, rokon. Hát már, igen, már valószínűleg már családtag, vagy nem távoli unoka bátyja, vagy hogy? Viszont azért jó egyébként a Hedővé, mert sokat nem kell gondolkodni a zenei szerkesztőnknek, hogy mit tegyen be tőle. Hát, igen, igazad van, bajban lennék, ha még egy Hedővés meg. Mert ez a legnagyobb sláger, sőt az egyetlen talán. Semmen volt neki volt több? Volt még neki? Na mondj egyet. Hát nem tudni. Hát a sláger az is sláger, hogy tudjuk. Igen, hogy egyből beugrik. Hát az akkor sláger, ha azonnal mondasz egyet. Volt még neki, tudsz? Nem. Nem. De hát biztos volt valami. Csak írt még egy dalt. Hát ez meg a ráadásban ugyanez. Kétszer, nem, elején végén. Egy dala volt, ez az egy dala volt, és ezzel lett világsláger, vagy világsiker, vagy világhírű. És ezzel lett családtak Hajdú. Így. És ezzel lett nagyon gazdag, csak mondom még. Tehát nem, így a pénz nagyon számít. Ja, volt még a megvan, hallgass meg, figyelj, meg fogod ismerni, figyelj. Na? Majd el lehet, hogy van bent egy reklám, azt lehúzom. Már csak 3 másodperc, és be fog ugrani. Ez még egy sláger, figyeld, meg fogjátok ismerni. Figyeld. Innen 3 másodperc? Na jó van. Egy VB-kát? Harapás lángol kolbász? Cigibisban? Is van nálam. Cigi? Hát akkor még nem cigiztünk. Na jó van, szóval volt itt Hedővém. Időközben, hogy itt a Hedővére rákerestem, megtaláltam a What is Love című világsláger magyar versenyt. Ne. Oh, jaj. Valaki földolgozta magyarul. Hát a szövege megvan, nagyon jó. Mi a szerelem? Ó, bébi, ne bánts többet, ó, bébi, ne bánts többet. Figyeljetek, ezeket a világslágerek magyarulnak, az volt a lényeg, hogy ne kelljen fizetni jogdíjat? Előadóit fizettél, azt hiszem, vagy nem tudom, valamit kellett. Kevesebbet. Igen, de kevesebbet. Tehát kevesebbet kellett valamit, hogyha egy olyan válogatást raksz össze, amin az eredeti számok vannak, nem? Mert hogy, hogy tudtad veled énekelni. Ja, meg a népművelés, tudod, igen, hogy tudják az emberek, hogy miről szól. Igen. Ne bánts, kérlek, ne bánts, hogy what is love, yeah, hanem azt, hogy mi a szerelem, igen. Nagyon jó. Ez a fordítás. Szerencsések az angolok, mert hogy nekik valahogy egyébként angolul minden jól áll. Nem? Tehát ez lefordított magyarra, és nem tud elénekelni, hát értelmes sincs, de az angol annyival egyszerű. Nem tudom, hogy miért nem vagy ott, a szerememet adtam neked, de ez nem érdekelt. Hogy azért ezt így próbáld magyarul elénekelni. Most mi a jó és mi a rossz, adj nekem egy jelet. Ez magyarul maga? Ez a magyarul, nem, nincs meg angolul. Ez egy Ákos szöveg volt? Na, szóval igen, közlekedési hírek, mert hogy itt tartottunk. Hedőé után így van. Azt mondja, hogy az M3-os balesetet azt mondtam, így van, az M1-es M7-es bevezetőn Budaörsnél egy piros kabátos fiatalember sétálgat. Jézusom, mindenki figyeljen, Toma Boti küldte ezt nekünk, hogy ő ott vajon mit csinál, azt igazából nem tudjuk, de mindenki vigyázzon. Gyalogos gázoltak a 16. kerület Csömrői és József utca sarkán, autóbusz ráadásul keresztben dugó várható Lina küldte nekünk, Mendes-Hűsebb között baleset, alakul a dugó, valamint a Megyeri hídnál Budán áll a körforgalom, óriási a dugó, a hídon lerobbant egy BKB busz, ezt próbálják menteni, Dóri küldte nekünk, ráadásul ott egy busz ütközött egy autóval is, hogy lehet, hogy ugyanaz tart a helyszínen, és csak egy sáv járható, Szandra is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon, mielőtt tovább menjünk egy nagyon jó témával, azelőtt szeretnék üzenni valakinek, hoztam ma mézet, gesztenyés mézet, azt is edd meg, te gyökér, mint a pápusztai.
Gyerekek. De ezzel most egyébként a Janival vagyok. Én nem szoktam ilyeneken háborogni, de marhára igaza van. Múlt héten pénteken hoztam neki egy pálpusztait ledobozolva, szépen lefóliázva. Azt mondta, hogy nem viszi el, mert megy még emberek közé, és a pálpusztainak hát van egy sodrás, van, amit van, van könyörületben. Van egy alapszagom, és ha még erre ugye a pálpusztai régi rámi. Már megszokták az alapszagot. Igen, eset ugye lehet, hogy javítaná egyébként. Egyébként nem lehet tudni. Mondokatom is rajta, hogy bedörgölöm a hullumat. Na szóval behagyta a Jani, hogy nem viszi el, majd ma hazaviszi. Bejövünk ma reggel, és nincs meg a pálpusztai. Illetve? Hát a fele van meg. Pontosabban megvan, csak ugye valaki kicsit... Fölbontotta valaki. Belecsámcsogott. Nem is olyan rossz, és belezavált. De hogy, ez nekem most egyébként azért baromi kellemetlen, mert bármit mondok, úgy néztek rám, hogy kicsit érzem, hogy néztek rám. Tehát, hogy mind a ketten, amikor ez a dolog felmerült, és ott ültünk kint, hogy rám néztetek egy pillanatra, én nagyon elkezdtem védekezni, de éreztem, hogy nem nyugtattalak ezzel meg benneteket. Tehát az én a mindenbe belezaváros ember, aki most tényleg ártatlan. De gyerekek, esküszöm, most elnézzetek így rám. Aha. Tényleg ne nézzetek rám, nem vettem bele abban a rohadmányos sajtba. Én elmondom, mit csináltam. Az utolsó bűnöm az volt, hogy pénteken elmentem, és én vagyok egyébként az utolsó nyom, a szemtanú, benéztem még a hűtőbe, mert kíváncsi voltam, hogy ez a sok kaja, amit van, az hova tűnt, és láttam, hogy Feri akkurátusan bepakolta, akkor még megvolt a sajtod, meg. Bontatlanul. Tehát akkor még senki nem nyúlt hozzá. De pénteken én így hagytam itt. Tehát te mentél el utoljára. De én nem nyúltam. Ajtó bezárul, és mi nyitjuk ki hétfő reggel? Na szerinted? De az ajtó bezárul az annyi volt, hogy szevasztok, elmentem, te hol zárom én az ajtót? Meg ti hol zárjátok az ajtót, ha utoljára mentek, hagyjatok már. Tehát de mikor kérte utoljára kulcsot, ajtót zárni? Azért ne szédítsél, mert egyikről se zárja az ajtót. Nem szereti a pápuszt, és azt sem gondoltam tovább, hogy mondjuk a Viki szombaton mondta, hogy két napja nem akarja a gyerek, hogy megpusztítja, és nem érti, hogy miért. Lehet, hogy azért... Most higgyétek, tényleg ártatlan vagyok. Ráadásul mi történt? Valaki bejött, fölbontotta akkurátusan a csomagolást, és késsel egészen szabályosan levágott egy teljes részt. Na most, ha ezt én csinálom, az nem így ez is. Nem, mert hogy... akkor törni a belőle, vagy igen, lenne szakítva belőle egy 10 dekás darab. Fognyomok. És miután igen, nem is lehet visszatenni a dobozba. De túl szabályos, szépen késsel, ráadásul visszacsomagolva, visszarakva a hűtőbe, tehát minden jel arról árulkodik, ez nem én voltam. Srácok, óriás taplóság, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy ott van bent, origini, csomagolás, senki nem nyúl hozzá. Nyilván oda mész, felbontod, mert eszek, hogy hú, de jó kis pápusztai, és eszek belőle. Azért ez nem így megy, az a hűtő, a mi hűtőnk, a mi kajáinkkal. Erre oda jár mindenki, hogy hívják, hogy zabálni, mint a nem tudom, a Robert bácsi konyhája. Az a durva, hogy durvább, mint amikor én megeszem a túrórudidat. De azért durvább, mert valahogy ott eltünteted az egészet, és jól fene vigye eltűnt egy túrórudi, de itt egy lebontatlan sajtot kinyitni, levágni belőle, visszacsomagolni, ez most nem magamat mentem, hogy igen, kicsit igen. De hogy picit igen, de ez pofátlanabb. Tehát ez tényleg durvább. De. Ezt még én sem menni megcsinálni, pedig rutinos belevő vagyok, azért szemem serebben, ha valamire rá kell menni a hűtőben, de hogy ez... Ráadásul ismerve a pálpusztainak a kémiáját, ugye tudod, hogy amit egyszer kibontottál, tehát egy pálpusztai csomagot kibontottál, és ott hagytad a hűtőben pénteken. Érted, hogy azért az hétfőre már a központi fűtésnek is köszönhetően azért az már olyan szagot fog magába el. Azt nem is tudod egyébként, hogy ahogy Feri bejött, reggel mi volt az első szag. Hát, mi az eredetes szag van itt? Így már nem is jó, vagy így már nem viszed el, vagy így már nem kéred? Vagy az elvzavar, hogy nem, elviszem, mert rettenetesen jó, a leerről oszlap felé, iszonyatosan jó pálpusztai, de hogy néz már ez ki? Tehát, hogy legközelebb. Azért mondom, gesztenyés és mézet is hoztam, zabáld meg azt is. Érted? Azt is szereted, nem vagy gyökér. Ott van az asztalon mellett, látni fogod, jó, te kinhagyom egyébként a bankkártyámat és a PIN-kóddal. Jó, egyébként csak mondom, gyerekek, hogy teljesen fura ötlettől vezérelve én is hozzájárultam a éves tervezéshez, és amúgy hoztam egy üvegmézet, hogy abban 4 centi van egyébként, és egyszer ittam belőle. Tehát még ha mindannyian ittunk volna belőle, minden nap az se jön ki. Tehát valaki arra is rájár. Én egy szót se szólhatok, hallgattam is, mint a sír. Egy tényleg szót nem szóltam, hogy nem dumáltam a gyerekek. A mézemet. Egy hete osztam a mézemet, valaki konkrétan megette, nem zavar, mert én nagy rájáró vagyok, de itt gyerekek itt csúnyán meglopnak el minket azért. De azt tényleg nem értem, hogy azért itt minden reggel, na jó, nem minden reggel, de 3 napon itt reggelenként ilyen terültérői asztalkán van, elsősorban mondjuk Ferinek, másodszorban meg a kedves hallgatóknak köszönhetően, akik hoznak be állandóan mindenféle cuccokat, megjelenik itt 10-kor a siserehad, lezabálnak mindent, aztán szépen távoznak, és na most ez egy más dolog, hogy utána Anna szokott általában elmosni, ez is megérne megint egy misi. Nem érdekes. De rakjunk ki csalikaját. A hűtőnket. Tetsz. Most mi kéne? Csináljunk csalikaját. Figyeljetek. Az mérgező? Olyan, hogy rosszul ne, lesz csak utána? Köpjünk bele. De azt nem fogja hozzá tudni. Hozzá már felé egy vaníliasodót. És körbeálljuk.
Nem, nem ilyenre gondoltam, Feri, nem? Nem, nem. Véletlenül sem. Hát ti szoktáltam mindig ezt mondani. Én csak azt mondtam, hogy hozzá egy valami. Megsózzuk. Azt, hogy te a piszkos fantáziában mit gondolsz, elhatárolod. És mindenkit elhatárolódásra szólítok fel. Megsózzuk. Illetve hát megsózzuk. Én most ebben az esetben meg ananászhozom, mert hogy elég sokat fogyasztottam. Hashajtózzuk. Figyeljetek. Legyen hashajtó. Az kéne. Mérgezzük meg a kajánkat. És most, hogy elmondtuk, ha nem is teszünk bele semmit, mindenki félni fog attól. Hogy mit teszünk akár. Gyerekek minden munkahelyen lopnak a hűtőből. Mindenhol lopnak. Csak mondom, hogy Ákos dolgozott a hétvégén. Te voltál bent hétvégén? Már megint én. Jó, voltál bent hétvégén? Kézeim, de miért én? Én nem szeretem a pálpusztait. Milyen helyzetben én se jönnék be, úgy, hogy nagyon finom volt. Szóval azért ezt megértem, hogy az első barátom nekem is az volt, ne nézzetek így rám, én nem szeretem. Tehát ilyen helyzetben mindenki ezt mondja, ettől még mi nem hiszük el, hogy te valójában nem szereted. De a szavába vágtam, azt akartam, hogy péntek óta nem szereti. Nem szereti a pápuszt, hogy péntek óta. Dolgoztam, és egyébként, hogyha én lettem volna, akkor szülinapom volt hétvégén. De nem én voltam. Ja, akkor utólag is Isten éltese, aztán kezdtem is mézen szabályozni. Jó, mit csináljunk a munkai tolvajjal? Gyerekek, munkai tolvaj van köztünk, ez már egész biztos. Eltűnt a napszövegem, lenyúlták. Tehát tényleg remélem, hogy hordja és egyszer elfelejt, és bejön még ide a rádióba, és kiszúrom. Ha láttok valakivel birkozni a folyosón, az lesz, hogy kiszúrom a lopott napszövegemet. Te szemét, tudtam, hogy egyszer felveszette rohadék, tudtam, hogy elfelejtette. Tényleg rohadjon meg, aki a mosdóból elvitte a kedvenc napszövegemet, de tényleg. De miért tehát, hogy tényleg. A női mosdóból, azt tegyük. Az mindegy, most ne akadjál fel ilyen részletekkel. Nem ez a lényeg. Tisztábbnak gondolom a női mosdót, bár a múltkor tudnék mesélni, a gyerekek egy pufajka belső volt a női mosdóban, mármint csak a széle, és mondom, jó van, azért a lányok is emberek, ilyenkor mindig megnyitom. Hát ha csak nem egy fiú aha. volt előtted, mert hiszen több fiú is oda jár már. Mindig az vagyok a női mosdóban, mert azt hiszem, hogy tisztább, ez a múlt héten megdőlt, mondom, a kutyafáradt. Mit tehettél, te szegény kis mátka? Mit csináljunk? Mit kell csinálni a munkai tolvaja? Hogy leplezed le? Most láttam ilyen telefonra köthető kis kamerákat, hogy ezen sokan használják dohányboltokba, trafikokba, éttermekbe, mit tudom, bekamerázott 30 ezer forint, berakod, és wifin keresztül, igen, jelet küld a kamera, illetve már olyan kamerák is vannak, ami jelzi, hogy ha mozgást érzékel. Tehát azonnal a telefonra, wifivel összehangolódva, neked jelzi, ha mozgás van a szerkesztőségi szobában. Nem csak rossz. Tárolja és nézi, hanem bejelez, ha mozgás van. Csak ne kívülről legyen, föl, hanem legyünk belülről. Legyünk profik. Mi nagyon profik vagyunk, legyen, ezt megbeszéljük előadásban, a három profi. Tegyük be kamerát! Kamera! Hú, de profi vagyunk! Hashajtós étel és kamera! Ez a három okos tudod előadásban. Aha, tegyünk be kamerát, az jó, arról biztos nem fog tudni. Igen. Úgy kell rejteni, hogy tuti, hogy ne vigyék el. Például azt is mondjuk el, hogy hova fél rejtjük, évvel ezelőtt jó? egy ilyen fél tábla, egy negyed tábla szalonnát, valamiért azt nem viszik el. A szalonnába kell rakni a kamerát, berakni a hűtőbe. Az én szalonnámba te ne tegyél semmit, abba az van, aminek benne kell lenni. Na, szalonna. Én azt pénteken majdnem kidobtam, az a te szalonnád? Igen. Én picit átnéztem a hűtőt, pénteken lesz, ami lesz, hát ha haza tudok vinni valamit, konkrétan átnéztem. Egy ilyen... De először haraptál belőle egy. Valami fura, ilyen keserű sajtba beleharaptam, azt nem tudom mi volt, de akkor kiderült, hogy ez a pápusztai. Aztán visszacsomagoltam, abszolút nem ízlett, tehát nem foglalkoztam vele sokat. Egy ilyen sima ilyen, amiben hentes csomagolja a hurkát, egy ilyen papír zacskóba becsomagolt, hát valamit kell, találtam tehát. A hűtőben, kibontottam, fölüvöltöttem és visszacsomagoltam. De miért üvöltöttél fel? Mert kicsit már így a penész elkezdte a szélét. Így az akkor nem az én szalonnám. Az én szalonnám nem penészedik. Gyerekek, olyan dolog, csak mondom, tehát hogy így egy érdemes lenne egy átspriccelni azt a hűtőt, meg átmosni, mert szörnyű dolgok vannak. Na mindegy, mit csináljunk a tolvajjal? Hogy fogjuk meg? Kamerát neki? A kamera az jó. Kamerát neki. Az. Most azon gondolkodtam, hogy nem akarom bántani. Mi van, Gábor volt? Aki? Melyik? Hát a ti Gáborotok. Egy kis ja, most hirtelen nem tudtam, milyen Gáborra gondolni. Nem, de aztán majd írni én, fog, hogy lehet. Én is másik Gáborra gondoltam. Ugye az amaránt lisztet majd becsempészi, ezeket a gonosz kajákat meg kidobál. Nem. Ő nem mer hozzáérni ezeket. Nem, tudod mi volt? Ez valamilyen mikróban nálunk melegítő, kicsit a hűtőbe benéző, kicsit jó abban belenni. Az jól mondani, egy mikróba, egy egysejtő, egy papucsállatra. De más munkája hogy csinálják? Drága hallgatók, írjátok meg, hogy véded meg a kajádat a hűtőben? Mert mindenhol egyébként egy neuralgikus pont, hogy berakod a kajádat a hűtőbe, és délre vagy beleesznek, vagy elcserélik, vagy nem találod, vagy meglopnak. Hát hány munkahelyen voltunk mi is, mindenhol megették a kajánkat. Nem? Annak idén Budapesti Tejpörő vállalatnál úgy védték a kedves kollégáktól a hűtőben lévő termékeket, hogy rászereltek egy
tutólagos ilyen kamrazát. Ismeritek ezt, amikor tőled ráfordított szépen a lakatot, ezt rárakod. Le lehetett lakatolni a hűtőszekrényt. Azt mondták, hogy na, elmentek, most már jó. Na jó, de ott minden munkatársak van kulcsa. Igen, nem, egy nagy nem, van kulcsa, nem, egy van. A hűtősnek. Csak mindig van egy poszt, amikor a hűtős. Reggel bejön, szépen kinyit, délután elmegy, bezár, és ott volt rajta a lakat. Nagyon viccesen nézett ki. Bementél, és a hűtőn ott volt egy ilyen, mint egy ilyen ólajtó. Komolyan. Lezárva. Így nézett ki. Te szerintem hát ez korrekt. Meg készíteni kellenünk egy ilyen kalodát. És ide kirakjuk előre az ülői 102 elé. És aki lopott, azt... Loptam a hűtőt. valamit csak bele lehet csempészni a kajában. Hát tegyünk ki valamit bele a héten, amiről nem mondjuk meg, hogy micsoda. Valamit, és tegyünk bele tényleg. Amit nem látsz, és a száját viszont befesti. Aha. Ha kajált belőle, akkor mit én, piros. De nem biztos, hogy itt vagy. De tehát nekünk olyan kell, hogy mi 10 után mi nem vagyunk itt. Tehát olyan kell, amikor én délután 4-kor látom, hogy jön valaki és beleeszik. Most, hogy neki piros ez a száj, azt lemossa a tudott. Azzal nem érünk semmit, hogyha mondjuk vasárnap is elvéresett. Amikor otthon vagyunk. Az nem biztos, hogy mi az E-pluszban dolgoztunk együtt, hát ott figyelj, ott konkrétan ment, hogy ott mindenkinek dobozos címke volt feliratozva. Hát mi mondjuk ott még a másik végén mondjuk voltunk. Mondjuk el sem számított semmit. Nem. Te reggel nekem beraktad. Biztos nem. Egy órával. Akartam mondani, hogy csak nem te voltál ott is, amúgy jó. Én akkor még a másik oldalon voltam, akkor még nem betettem, akkor még én vettem ki. Zolika nevű srácsal. De még mindig nagyon jó kajákat hoztatok. Tehát, hogy kiválóan neked tudtam, hogy hogy főz az, neki tudtam, hogy hogy főz anyja, neki nagyon szeretem a rizses húsát. És már reggel kérdezted, hogy a mama csomagolt most, vagy te csináltad? Miért vagy ilyen kíváncsi? Nem, hát csak kérdezem, hogy ugyanazt a rizses húsztad, mint a múltkor, ehetetlen volt, mondd meg anyának, változtassa a receptem, mert az szörnyű volt. Te voltál? Dehogy én voltam. Ja. Én nagyon szeretem a pápusztait, de világ minden kincsért nem enném meg a Jani pápusztait. Jaj, de nyallereskedtek itt. Fújj, mindenki nyallere. Én belezabálok, én bevállalom. Megint ti vagytok, én semmi pénzén nem enném meg. Nem enném meg tényleg. Én simán. Viszont beszéltem valakivel, hogy nagyon-nagyon furcsán összeérnek a szálak. Ülőjút 102-be dolgozik ő is, veszélyes hulladékokkal foglalkozik, Ferenc, és azt mondta, hogy neki úgy ették meg a csirke pörköltjét, hogy berakták a csontot a nokedli alá. Tehát amikor... Az igazi paraszt. És innen telefonált, és mondta, hogy lehet annak, hogy ugyanaz, hogy fogjunk össze. Ja, hogy itt tették meg a kajáját? Ülői út 102-be hát dolgozik. És kiették a csirkepörköltből. Így van, a jó kis combokat leszopogatták, és akkurátusan berakta a csontot, a galuska alá. Jó lesz az még leveskének. Na vicc. Hát meg az íze, az igaz, a galuskát érjön még azért a rohadékság, és mente védelni Feri. Kicsit röhögök rajta, tehát nekem kicsit tetszik is, de aljas. Hát én tudok röhögni, ha valaki sárcom ekkora szemét, de ha velem csinálnak, nyilván is fölrobbannék, de picit mosolyogni, hogy rohadjál meg. Jó, akkor rohadjál meg. Az a jó, hogy megeszed a felét. Igen. Hol van? Hát az anyám ide rakta. Vagy a feleségem lesporolta, hogy eszed a nokedit, eszed. De ez akkora szemét. Meg akkor a lényeget zabálja ki belőle. Itt pontosan. Ott a kis pörköltből ott hagyja a szaftot, meg néhány ilyen kisebb darab mócsingot, azt az összes színhús kizabálja belőle, igen, azt ott hagyja. Olyan doboz nincs, amin magán van a számzár. Tehát olyan tál, olyan de edény. Van, persze. A tállal együtt fogja elvinni ennyi. Azt úgy hívják, hogy ilyen kis kazetta, pénzkazetta hozzá egy olyat. Tényleg egy olyan. Kis izével, nem tudom, de gyereknek van ez az egészségügyi is doboz, ami van egy 3 számból álló ilyen számkód, ő ezt kinyitja, azzal játszik, hát akkor ilyenbe kell tenni. Nem, valami nemesebb bosszú kell, tényleg ez a hashajtó vonal, ez nekem nagyon tetszik. Ha megeszem, de másnap visszateszem, akkor én ugyanolyan rohadék vagyok. Igen. Tehát én mondjuk megeszem tőled egy túrorudit, de veszek egyet, nem de úgy, hogy már átment rajtad? Igen, becsomagolom. Hát készültél rá, hogy megeszed, az a baj, és azzal hiába próbálod másnap kárpótolni. Hát aznap igen, készültél jó, rá, nem, az nem a baj. Uh-huh. Rendes dolog, de mégsem. Figyelj, egyébként ez a fajta lopás, ez bűncselekmény? Nem tartozik, 10 000 forint alatt van. Mi van itt hétvégén? Itt van a Garami. Argyelán Kriszta, ő kezd reggel. Argyelán, ki van még hétvégén? Meg ugye a technikusok, ugye, Dudikám? Meg itt vannak a technikusok. Kicsit most puffadtál is. Ben voltál hétvégén? Nem volt hétvégén. Szerencsét. Hol a Zsűl? Hát, betegedett. Na tényleg, egyébként a Feri vagy a Zsűl megbetegedett. És pénteken kimegy el utoljára közülünk? A Zsűl. Zsűl. A Zsűl. Gyerekek, rakjunk már bele valamit az egyik kajába. Mire jön? Mire jön a szemét?
Hát úgy látom, hogy ez a szemét, ez mézre. Mire jön a tolvaj? Sajtra, mézre, az már biztos. Csirkecombra. Csirkecombra. A kolbász is nagyobb volt, amit betettünk. Egyébként tényleg így van. Én azért gondoltam, hogy nem a mi kolbászunk. Az én voltam. Te voltál. Persze, abban én elvittem kicsit haza. De az a ne törődjetek. De hát semmi. Azért pénteken mondom az Annának, Anna, maradt egy csomó kaja, tegyük el, jó lesz hétfőre. Hozzak kenyeret. Én pénteken kinyitottam a hűtőt 11-kor, nézd, már anyuk, mennyi minden megmaradt. Egy kis leszeltem. Leszeltem egy kis kolbászt, pakoltam egy kis sajtot, bedobáltam egy dobozba, elvittem. De a pápusztai nem én voltam. De a kolbász sajt az én voltam. De gyerekek, én a belállok. Hát én megmondom. De persze, te frankó vagy. Ilyenkor már beleállsz, de érdekes módon sose jön egy. Jó, most reggel az a kettőre indítanom, hogy vittem a kolbászból, Feri. Hát nem kell. Engem nem zavar, nem. Én a többiek élelmezését. Ja, hogy be kellett volna valami? Jó, nem vallottam, egy kicsit féltem, hogy nem. Egyetlen dolgot nem veszek észre. A dobozra legyen írva, de minden dobozra, hogy Balázsé. Két dolgot érünk el vele. Balázs a sajátját soha nem eszi meg. Egy megmarad. De most rossz, hogy én vagyok gyanúkeverve. Nem én nyúltam a rohadt pápusztásáért, az én vittem a kolbászból. Más meg nem mer hozzányúlni. Mert fél, hogy majd mizét patáliát csinál belőlünk. Rohadtul félnek tőlem. Úgy megették a diómézemet, a hársmézemet, és sima jelen hamisítod a makácmézemet. Nem tudtuk. Hát azt nem tudták. Ott van az asztalomon, az mi? Hát azért az asztalom az egy ilyen olyan terület, ami azért nem nőzhetem hozzányúlnak. Anna bejön rendet rakni, nagyon mérges tudok lenni. Tudom, én egyetlen egyszer csináltam, soha többet. Olyan szép káosz volt, bejött rendet rakni. Igen. Normális, ugye, de nem találok semmit, ne rakjál rendet az asztalon, de átlátok ezen. Ezen az asztalon pedig minden van. A múltkor ott találtam néhány embert ilyen vegyvédelmi öltözetben, gázmaszkban, villával turkáltak benne. Tehát figyelj, nem áll meg a dolog, mert simán megették a mézemet. De kamerát kell felszerelni. Tegyük be kamerát. Kamera, az a legjobb szerintem. Jó. Nem tudják, hogy hol lesz, nem tudják ellopni. Nem tudják ellopni, hát fölrakom a falra, hogy viszi el? Látsz egy maszkos sávot, mászni föl, és szereli le a kamerát. Legyünk be egy kamera, gyerekek. Persze, maga a szobába, jó. Majd kitaláljuk, hogy hova. El kell kapni. Ennyi. Mi szerinted, ha benn van kamera, be fog jönni, hát akkor már nem jön be. De nem látja. Titkos. Tehát ez már olyan, mint lesz. Amikor már nem attól félsz, hogy eltűnik a nyájad, csak őrzöd a nyájadat, de tudod, hogy már senki nem tud a közelébe kerülni. Milyen titkos hogy kamera? Hogy jön ide az élő birka? Mi van? De milyen titkos, amely bejön, látja ott a kamera? Milyen de hogy látja, nem látja, valamelyik tárgyba, hát vagy valami olyanba tesszük. Van egy persze. Csomó, az egyik sztori díjatba beletesszük, hogy mit tudom. De nem mond már el. Ja? Tök jó ötletek. Jó, kiveszi meg. Kitaláljuk. Jó, tessék, akkor dobjuk össze, kiveszi meg. Mennyire kerül egy ilyen kamera? Sem ennyibe, 5000 akkor én veszem meg. Ja, akkor nem. Ingyen, megyek, intézem, 5000, ja, annyi nincsen. És majd azt látjuk rajta, hogy így van egy üres szoba, és akkor, hogy hát, szombat délelőtt, egyszer csak megjelenik valaki a plafonról, egy dróttal ereszkedik le. Laci fölszereli, tök jó műszaki ember. Megcsinálja Laci. Nagyon röhögnék, egyébként közülünk lopna valaki. Tehát, hogy nagyon röhögnek az ember közül, és itt megy a izé, kamerát neki, fogd meg a tolvajt, forró vizet a kopaszra, és valaki egyébként közülünk ette meg a sajtot. Már hármunk közül? Nem, hatunk, nyolcunk közül. Juli, Zsű, Laci, Anna, a Zsű betegsége az egyébként most egy picit gyanús. Azért azon nekem. Nagyon nevetnék, hogy tolvajt akarunk fogni, és közben itt ül most. Lehet, hogy romlott volt a sajt. Aha. Akkor remélem, Zsű, lesznek szövődményei. Gyerekek, nagyon elvetemült ötletek jönnek. Igen? Igen. Tehát Robikának elborult az agyam megint, de szörnyen lehetettem, hogy mit rakjunk a disznóbélbe, amiről azt hiszik, hogy Mája Súrka. Ne, fúr! Te szemét megetted a vézet! Na jó, van, 3-4-9 van. Itt nagyon sok hallgatók írt nekünk, hogy ők mit csinálnak a munkájukon. Segítsetek nekünk, jó? Mindenki dolgozik munkája, mindenki a közösben tárolja az ételét. Mi a jó megoldás? Mit tudtatok ti csinálni, hogy ne egyétek meg, vagy ne egyék meg a kajátokat így a munkahelyeteken? Kapjuk el a rohadékot, 0-76-45-00-00. Ma még ide jöhet, ma még amnestiát kap. Nem, ha ide jön ma és bevallja, akkor elengedjük. Holnap, ha kiderül, hozzuk a pokrócot, és nagyon-nagyon-nagyon megbüntetjük. 3-9, ez pontosan 5 perc múlva jövünk, Ákos hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik a Klassz FM-en. 3-9 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, M5-ös Szeged felé áll Kecskemét után, nem tudja valaki, mi történt. Ahogy tudjuk, azonnal mondjuk. M7-esen Budapest felé mérnek Székesfehérvárnál, a Selkútnál. Ezt Tomi küldte nekünk, valamint van egy trafia 86-os számú főúton Pósfa belterületén, üzente nekünk Hufi. Na, és ugye arról beszéltünk, hogy tudja az ember megakadályozni egy munkahelyen, hogy ne egyenek bele az ételében.
Ez egy nagyon komoly probléma egyébként a legtöbb hallgatónknak, ahogy látjuk az SMS-ekből. Mindenkinek az étele, ha beviszi ételhordóban, ha rendel, ha otthagyja a hűtőszekrényben, veszélyben van, mert minden munkahelyen, lásd ugye itt is, megvannak azok az emberek, akik hát nem tisztelik a magántulajdont. Nem, a szemetek. Kedvelik az idegen ízeket. Igen, mert ez az én számból nem annyira hiteles, hogy ezt ilyen nagyon lelkesen konform és fölháborító, hogy milyen emberek vannak, de lecsomagolt sajtba soha nem ettem bele egészen péntekig. Úgyhogy... Igen, így és továbbra sem szereted a pálmisztait. És a kutyafáját bebizonyosodott, hogy továbbra sem az én sajtom. Igen, nem szeretem az ilyen túlérett sajtokat. A kérdés ugye az volt hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy ők mit csinálnak, kinek milyen rendszer, eszköz működött annak érdekében, hogy megvédje azt, ami az övé. Hát aki dolgozott már ilyen kollektívában, az tudja, hogy gyerekek, amikor ebédidő van, éhesen veted rá magad a kis otthonról hozott, párod által megfőzött, anyukád, nagymamád által megfőzött kis rizses húsra, és ha nincs ott, nem úgy van ott, nem úgy találod, az igen bosszantó tud lenni. Nem? Éhes vagy, ennél akkurátusan becsomagoltad, hoztad, és vagy meglopnak, vagy belesznek. Vidra vasat a grizzlinek. Ezt írta. Nagyon jó. Ezt írta Szilárd nekünk SMS-ben. Nem az a gond, hogy megeszik, hanem hogy hónapok óta a hűtőbe rohadó kajának nincs gazdája. Múltkor ételhordóstól dobtuk ki a szőrös spenótot. Az milyen, hogy szőrös volt a spenót. Tavaly márciusban lejárt joghurt is vicces. Egy navos küldte nekünk. A napnál is megy. Látjátok, hogy ott sem. Pedig ott a tisztességes emberek között bizony kaját lopnak. De ott nem lopnak, hanem benhagyják a hűtőben, vagyis nem jelentkezik, nem jelentkezik a tulaj. Csak az áfát tették le róla. De az áfa pedig. Igen. Nálunk a kollégiumban szintén volt ilyen probléma, rendszeresen kilopkodták az ételhordóból a kaját. Végül a közgyűlésen az a megoldás született a problémára, hogy az egyik nevelőtanának ott kell ülni a hűtő előtt és őrizni az élelmünket. Az kemény, ez Milán küldte nekünk. Nekem is fogyott el kajám munkáján úgy, hogy nem én ettem meg, kiraktam csali kaját egy kis hashajtóval megtúrózva, sikeres volt, és meglett az ember. Sokszor ment a vécére, de nem szóltam neki, hogy megvad. Jól szórakoztam rajta, tüdőbácsi küldte nekünk. Ez a hashajtózás, ez egyébként működik. Az mi ellen a gyereke, hogy behashajtóznánk, és három nap múlva az egyikünk nagyon rohangálna kifelé. Az mi ellen, hogy egymást buktatnánk le, nem? És a Feri néha eltűnt, hogy föltűnik, hogy figyelj Jézusom, hogy rájönnék, hogy Úristen beleve. De én hozom hát a saját sajtomat, amit én hozok a Jánosnak nem, ajándékba. Nem, az már az enyém volt. Igen, az a baj, hogy mindenáról fogjuk tudni, hogy melyik a csalikajában nem fog belelni. Az a baj, hogy egy embernek nem viszed haza rohadék, gondolta Feri. Ezért hozom, ezért veszem akkor. Nem, itt én egyre inkább azt mondom, hogy te vagy egy gyanús ebben a dologban. A saj dologban? Minden dologban. Nem a saj dologban, a minden dologban. Mindenről én teltek. Igen, hát te szoktad kizabálni a túrórudikat, az benne hagyott maradékot. Azt tudod, hogy volt egy csomag zselé szaloncukor az asztalodon? Azt tudom, meg is ettem, persze. De azt nyugodtam, mert azt én nem szerettem, azt azért hagytam ott. Nagyon tiszteletudó voltam, mert jártam január végéig. Az december elén kaptad, mondom, nézd, már anyjuk két hónapja nem nyúl hozzá, hát akkor csak rámegyünk arra a kis zselétszaloncukorra. És most te ezzel terelsz, hogy azt mondja, hogy fogjuk meg a tolvajt, ugye? Mindannyian rámentünk erre a sztorira, ki fogja tudni, hogy hol van a kamera, ki fogja tudni, hogy mibe tettük a hashajtót, ő. Azt hagyján, gyerekek, én a kamerát is ellopom. De ez csak játék, hogy ültél a kamerának, én meg elviszem haza. Feri, azt kell csinálnunk, hogy bekamerázzuk a hűtőt, meg a holteret. És ezt jönnék be egy hónapba. Tudod, hogy bízna jobbra-balra. És basszus, lebuktatnátok. És jönnék be, tudnám, hogy hol a kamera, de nem szólnátok, és beraknátok egy másikat, egy mondjuk egy töltőtollat, tudod, mert van ilyen kamerásról, beraknátok ide. És ott kommandozik befelé, nagyon kommandoznék végig a holterbe, viszont a másik kamera, amiről nem tudok, simán fölvenni végig. Úristen. És nyúlsz a kamera felé, mi ezt néznénk élőben, és ugye itt van egy nagy anyajegy a bal kezeden, de lenne rajta egy marha nagy púderfolt, hogy ne ismerjük fel. Igen, lealapozva a bal kezem, tudod. Hozzáteszem, ha nem hülye a tolvaj, akkor most egy hatalmas anyajegyet applikál rá éppen a kezére, és úgy fogja meg lenyúlni a cuccokat a hűtőben. Az rohadékság, hogy még rám is tereli, hogy csinál egy szőrös anyajegyet a bal kezére. Balázs! Igen. Írek a hallgatók, hogy a sokaknak bejött, hogy az ételt két dobozban kell tárolni, a külső dobozra kék penészt kell kenni. Ezt nagyon sokan megcsinálták, hogy ennyire veszett állapotok vannak munkahelyeken, tuti, hogy ott marad a kaja. Plusz esély, hogy a legalsó polcra teszed, az éhes kollégák ugyanis lusták. Ez Betty küldte nekünk, rutinos hozzászól egyébként. Az alsó polcra ritkán nyúl be az ember. Az a baj, hogy nálunk derék magasságban van a hűtő. Tehát, hogy ott csak nekem ér homloki. Figyeljetek, elmondom, mi van. Még egy újabb zseniális ötleted? Nem, elmondom, hogy mit csinálunk. Azt fogjuk csinálni, hogy
bekamerázzuk a hűtőt hétvégére, és feltesszük egy streamre. És megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék. Megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék a hűtőnket, és az lesz, hogy váltják egymást, valaki mindig nézi nekünk fél órára, mert vannak szerintem ez jó. És jelent az, aki látott pozgást a hűtőnél, hétfőn megírja, hogy mit látott, és elkezdjük felgöngyölni a szálakat. Bestreameljük, mit tudom, nem tudom, egy kis kamerával, bármivel föltesszük, hétvégére megcsináljuk, és bestreameljük. Nem? De nem, nem matricázunk fel, hogy MS Security. És figyelhetik a hallgatók a hűtőszekrényt, és jelentenek nekünk, ha van bármiféle mozgás a hűtőszekrényen. Jó, beosztást készítünk, tehát lehet jelentkezni megfigyelőnek. Igen. Jó, hogy éjjel-nappal legyen, tehát ne az legyen, hogy mit tudom én, szombaton délelőtt marhasokan nézik, de éjszaka senki. Igen. Nagyon jó. Nagyon durva esemesek jönnek közben, de ezt tényleg megcsinálják. Volt munkahelyemen fordult elő, kolléganő pizzát rendelt, belehalapott hármat, majd rájött, hogy késni fog, a pizza szeletet dobozba hűtőbe visszatette, következő szünetben már hűlt helye volt a pizzának. Jézusom. Az három harapás után már úgy nem mész rá, nem? Aha. Ráírtam a rakott krumplira, hogy beleköptem. Délben mentem ebédelni, és rá volt írva a papírva, hogy én is. Akkor talán nem eszed meg. Atya úristen, vettem a másik ebédet, ezt István küldte nekünk. A krémsajtos dobozomra rá kellett írnom, hogy aranyérkenőcs. És úgy megmaradt, írja egy hallgató. Azért ez milyen? Tőlem is nyúltak már sokat. Csináltam wasabi sütit. Egy nap alatt kiderült, hogy ki volt. Igen. Egy nap alatt kiderült. Na, az nem rossz. Az nem rossz. Én belepisültem a narancslébe, amikor megmondtam az értekezleten... Csak megfeledkeztem róla. De jó! Nézd, indiai ajurvédikus módszer egyébként, tehát csinálják. Igen, megmondtam az értekezleten, mit csináltam, az illető kirohant a budira hányni, ott jöttem rá, hogy ki volt. Tehát olyan durva dolgok vannak. Kutya édességet tett ki a haverom a lopakodónak, gondoltam, hogy megmondja később, de a főnöke is belevet. Ezt Árpád küldte nekünk. A raktárban a targoncás Tomika állandóan megitta a hideg ásványvizemet nyáron, amit már azelőtt nap beraktam, hogy hideg legyen, ezért megleptem és teletöltöttem ecettel, mivel mindig gyorsan húzta meg, nehogy meglássák. Azonnal kiderült, amikor köpködve rohant ki az ebédlőből, és még nekiállt feljebb. Nagyon visítottam. Ezt Bóbita küldi nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként ez a kutya édesség, ez nem rossz. Hát ugye vannak ezek a kutyaszalámik, amiket, hogyha szép, vékony szeletekre vágunk, és csinálunk belőle egy korrekt és hideg tálat zöldségekkel szépen feldíszítve, és ezt így folpak alá csomagolva berakjuk a hűtőbe, hát rohadjak meg, ha nem esznek bele. Egyébként tényleg? Simán. Biztos. Hát, de attól még nem buktatod le, menj. Az max nem baj. Egyet. Igen. Egy időben valaki rendszeresen dézsmált az ebédre hozott kajámat, egyszer főztem egy megyleves cukor helyett jó sok szillittel, egy nap múlva egy kolléga egész nap a WC-n ült. Igen. Egyértelműen ez lebukott, el is ment a cégtől, ez zsúk küldte. Picit hajt. De hogy hány helyen probléma ez valójában, nem? Hm. Na jól van, oké, betesszük streamre? Be. Jó, megcsináljuk. Ez jól hangzik, ez jó. Kérünk egy kis segítséget, és a jelszó vidra vasat a grizzlinek. Figyelj, így van. A héten a jelszó vidra vasat a grizzlinek. Fedő jelszó azért, ugye? Gyerekek. Kicsit unnom már, hogy rengeteg energiát meg időt fetszelök abba, hogy tarháljak magamnak ingyen kaját, és valaki megzabálj. Egyébként igen. Na, megyünk tovább, hármas ugrát játszunk már is valakivel. Ja, igen. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, békei szeretett királyok! Oh. Most nagyon ebben az órában, tényleg. Zoli, hello, jó reggelt! Merre mész, hol vagy? Szegedre megyek éppen. Szegedre, szállítasz valamit? Nem, dolgozni. Dolgozom. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt szerintem full könnyűek. Vihető, igen? Mind a három vihető. Remélem. Van segítséged, Zoli? Nem, nincs egyedül. Na, megnézzük, hogy megy. Jó, mehet az első? Mehet, hajrá. Nyakbakasztóért, Klassz FM-es Morning Show-s nyakbakasztóért itt szól az első kérdés. Hogy nevezik a paradicsommal, mozzarella sajttal és bazsalikom levéllel készített klasszikus olasz pizzát? Mafias filmek, nagy segítségem lennének, azt hiszem Margarita. Ez a Margarita, így van, ügyes vagy. Margarita. Nagyon klassz. Mehetünk tovább? Hogyne, persze, mindenféleképpen. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Melyik hónapban kezdik el készíteni a lucaszéket a néphagyomány szerint? A lucaszéket. Melyik hónapban kezdik el készíteni? Húha. Tudod, ez az, amire oda kell állni a misén. Azt meglátod, hogy ki a bosszú. Mosorkányokat. Mosorkány? Igen. Hát én nem tudom, valahogy nekem a december rémlik. Na, az nagyon jó. Így van. A Luca napján kezded el csinálni. Bizony. És akkor ugye a templomban ráállsz, meglátod, hogy ki a bosszú, aztán őt hívod meg egy sörre után. Ugye úgy volt, hogy fölállsz fordítva, és akit először meglátsz, amikor hátrafordulsz. Mi a dolog? Nem ránéztél valakire, és... Az atya! Az atya!
És mágián elégették, tudod, mert életen elment egy templom, és valaki rá. Mágiára beégessük, megégessük! Igen, sötét, sötét középkor. Na, mehetünk tovább? Menjünk, persze, hogyne. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik labdarúgó csapatban játszik Dzsudzsák Balázs? Hát fogalmam. Nem. Jó, de most ne szúrjátok. Orosz csapat. Az, oké. Dinamo Moszkva. Ez a bírság az első kérdés, utána a második kérdés, a harmadik kérdés. Honnan utána... tudjam Dinamo Moszkva? Hogy? A hétvégén egy 8-as talán nyertek egy góllal, honnan tudja? Igen. Mostanában nem foglalkozik vele a bulvár, aztán egy kicsit nehéz. Igen. Uh-huh. Egy kicsit nehezebb. Na jól van, jó, Zoli, hát ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Csont nélkül. Ügyi voltak. Csak tovább féljük. Köszönjük, küldjük neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Ne felejtsd el, vidra vasat a grizzlinek. Jó? Ez a jelszunk. Köszi játékot, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Most kaptuk ebben a pillanatban nagyon friss, M5-ös... Feladta magát a tolva. Igen, jelentkezett Argyalán Kriszta. Nem, M5-ös baleset Szeged felé. Méghozzá 118-as kilométernél, és teljes útzár, óriási baleset, többen elküldtétek, köszönjük szépen, érdemes lehajtani előtte, tehát M5-ös Szeged felé a 118-as kilométernél van a baleset, aki tudja, gyorsan még előtte meneküljön le az M5-ösről, mert valami komoly dolog történt. Mi pedig megyünk tovább, valentínozunk, alternatív Valentin nap, ugye szinglik hete, szinglik éjszakája hétvégén, mert hogy indult egy játék, amiben szinglik jelentkezhettek, és arra gondoltunk, hogy ne csak a Valentin nap ne csak azoknak legyen öröm, akik szerelmesek, párjuk van, és van valakiük, hanem picit adjunk lehetőséget azoknak is, akiknek a Valentin egy kicsit talán szomorú ünnep, senkiük nincs, pasik csajok jelentkezhettek, ma meg lesz a nagy ő, férfi oldala, és innen közben minden nap ugye bejelentkezik egy nő adásba, Vakrandira pedig elmehetnek a Vadkertmajorba, hazamenni nem ér. Így van. Ez az alapszabály. Végig kell tolni a hétvégét. Kivéve, hogyha ott laktok, a Majorban. Akkor hazamehettek, igen. És talán a hétfőn elmondják, hogy milyen volt. Te ma jó. Megismerheti a női hallgatóink a férfit, ugye? Oh, aki válogat van, majd. Így van. Figyelj, én végig lapozgattam itt a jelentkezéseket. Tök meglepő, de olyan pasik vannak, hogy így azt mondod, hogy hello. Nem? Még te is elmennél a Majorba? Hát egy két tapos hétvégéért, bármikor egyedül. Meglátogatnád a Majort? Megint ezzel az üzletemberrel. Igen, szerintem jót választottunk, igen. De jó, sármosak, tökre normális. Én azt gondoltam, tudod, hogy egy kicsit így bárki, aki oda akar érni, most jelentkezik. Nem, szerintem nagyon jót választottunk, és aztán jönnek majd a csajok is. Ma már lesz egy lány is, ugye, Lac? Lesz ma már egy lány is. Úgyhogy összekötjük őket az éteren keresztül. Látni nem láthatják egymást, ez az alapszabály, tehát teljesen vakon mennek ők majd valentínozni. 9 óra múlt 1 perccel jövünk tehát a férfi jelöltünkkel, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 16 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és folytatjuk, gyorsan válaszolunk egy-két kérdésre, ami jött. Az 52-esen Kecskemét előtt minden irányban van egy trafi, az M7-es 145-ös Kavicsánál mérik a Pest felé tartókat, a 11-es úton befelé, az ÖM-Falk út előtt szintén van egy trafi, ezt Wilson küldte nekünk, köszönjük szépen, és az M5-ösön baleset van, méghozzá Szeged felé a 118-as kilométernél, emiatt van az útzár, érdemes már előtte lehajtani, mert hogy teljes útzár van, ezt Balage és Krisz is elküldte nekünk, tehát ha valaki megy Szeged felé, akkor a 118-as kilométer előtt meneküljön le az autópályáról. Még csak most érkeznek a rendőrök, mentők, tűzoltók, úgyhogy ott valószínű nagy baleset van, úgyhogy ezt próbáljátok elkerülni. Egy-két közérdekű információ, sokan kérdezitek, hogy mi van azzal a gyűjtéssel, amit már elkezdtünk egy hónappal ezelőtt, és ugye egy olyan családról van szó, akiknek leégett a házuk, körülbelül egy hónappal ezelőtt beszéltünk velük, és egy országos összefogás által összejött már 5 millió forint, igen. Is tudom, ugye folyamatosan még jönnek az összegek, mi már mondtuk, hogy már köszönjük szépen, nem kérünk többet, ne utaljatok, viszont naponta kapjuk a kérdéseket, hogy mi a helyzet. Ne, higgyétek el, nem arról van szó, hogy mi nem foglalkozunk ezzel a dologgal, arról van szó, hogy egyszerűen meg kell várni, amíg tartósan plusz fölött lesz a hőmérséklet,
ugyanis jelentkeztek hallgatóink, akik vizet kötnek be, jelentkeztek hallgatóink, akik szigetelnek, csak nem tudják megcsinálni a szigetelést addig, amíg nincs tartósan plusz, tehát megvan már maga a ház, már nem sokára beköltözhetnek, kisebb-nagyobb munkálatok zajlanak, viszont nem tudják még megcsinálni a fontos munkákat, mert hogy éjszaka hideg van, úgyhogy várni kell, amíg egy picit melegebb lesz, megyünk majd a ház átadóra, ott leszünk, tehát mindenkit biztosítunk arról, hogy természetesen abszolút rajta tartjuk a dolog ütőerén a kezünket, jó helyre ment a pénz, nagyon örülnek, jól vannak, rengeteg ajándékot kapnak még mindig, talán a héten egyébként rájuk is csörgünk, hogy hogy állnak, de várnak az időjárásra, hogy jobb idő legyen, embereink pedig harcra készen várják, hogy szigetelhessenek. A mi hallgatóink már megtették a maukét, összerakták azt az összeget. Így van, így van, nagyon helyesek voltatok, így van, köszönjük szépen. Foglalkozunk velük, Júli hetente hívja őket, amiben tudunk még így adáson kívül is, segítünk nekik egyébként, de a lényeg, hogy ahogy át tudják adni ezt a házat, abban a pillanatban mi is mondjuk, hogy mi a helyzet, a dolog nincs természetesen elfelejtve, jelen pillanatban áldogálnak, tehát nem tudnak mit csinálni. Azt hiszem talán egy hét tartós plusz kellene, uh-huh, hogy mindent megcsinálsanak, az még egyelőre nem volt. Úgyhogy a lényeg, hogy bárki is posztolja már ezt a dolgot, vagy osztja meg, bármilyen közösség oldalon pénzt már nem kell küldeni, mert hogy mindenük megvan, felajánlások is jöttek, játékok, ruhák, tényleg rengeteg mindent kaptak az ország különböző részéről, úgyhogy köszönjük szépen, de megvagyunk. Így igazából van, már jelezte, hogy több, mint elég a beérkező ajándékoknak a mennyisége. Most már annyira be vannak tárolva mindenből. Azt legutóbb, amikor beszélgettünk vele adásban, akkor ugye konkrétan megkérdeztük tőle, hogy még mire van szüksége esetleg, és mondta, hogy semmire is, nagyon szépen igen, köszönjük. Igen, nagyon helyes volt, nem kért már semmit. Egyébként ez is ritka, tehát hogy ez a fajta ilyen mértékletesség, hogy így fogalmazzak, hogy valaki azt mondja, hogy köszönjük szépen, elég, meg nem kérünk többet, annyira volt szükségünk, amennyi eddig bejött, és nem kérünk se pénzt, se ajándékot, se semmilyen juttatást, hát ez is kevés. Sőt, ez is már kevés. Ő másoknak is segített, mert hogy televízióból, hűtőből is többet kapott. Így van. Ahogy azt jól tudom, akkor azt is már továbbadta rászorulóknak. És azok máshol mentek, szintén olyan helyre, ahol kell. Na, úgyhogy ha megjön a jó idő, akkor megyünk, átadjuk a kis házikót, a család beköltözik, 4 gyerekkel, hát az ő történetük egészen drámai, de hát a mi hallgatói meg olyanok, mint mindig, amikor ilyen helyzetben szoktak lenni. Sok-sok ilyet csináltunk már, és hál' Isten soha nem kellett szégyenkezni, nem is féltünk ettől, nem azért mondom, de tényleg sok ilyen összefogás volt, és mindig helyt álltak a mi hallgatóink, úgyhogy most is köszönjük szépen neki természetesen a segítséget mindenkinek, aki küldött, sokszor hangsúlyozunk, függetlenül attól, hogy 500 forint, 1000 forint, vagy 10 000, a lényeg az, hogy az ember annyit ad, amennyit tudott adni, és a pici is segítség természetesen. Na, alternatív Valentin, gyerekek, én szeretem ezt a dolgot, kicsit rendhagyó, kicsit más, nagyon sokat valentínoztunk mi már itt a klasszon, minden évben kitaláltunk valamit, hogy nyerjenek a szerelmesek, hol szerelmes történetet kellett írni, hol elmondani a megismerkedésetek történetét, hol kitelepültünk Valentinkor különböző bevásárlóközpontokba, és ajándékokat osztogatunk, tehát sok minden volt, de mindig a szerelmesekről szól. Így van, ugye? Hát a Valentin abban a szerelemnél, az érzelmeknél tényleg szerintem nincsen semmi sem meghatóbb, talán csak az, hogyha ha valaki mondjuk tiszteletben tartja a másiknak a magántulajdonát, de erről majd máskor, később, még azért lesznek következményének a dolognak. Istenem, ha tudom, ez ennyire meg is hazaviszem, és hétfőn visszahozom neked. Szóval igen, alternatív Valentin, de mégis ez a Valentin is ugyanúgy a romantikáról szól, és arról, hogy két ember közösen lehetőséget ad egymásnak, hogy megismerkedjenek, és eltöltsenek egy romantikus hétvégét egy általunk biztosított helyszínen. Igen ám, csak hogy a két ember szingli, nem ismerik ki egymást, és pénteken egy általunk megadott helyen találkoznak majd, közös autóval, szerzett autóval, megoldjuk a dolgot, beülnek, és elmennek hétvégézni Sárvárra. És ez már ugye még jobb, mint egyébként egy együtt lévő párnak, igen, mert ott nyilván már foglalkozatok egymással, de ők, tehát két árva lélek a világ két oldalán összejönnek, és... Gyerekek, legyünk őszinték, ha szinglik lennénk, ha szinglik lennénk, és lenne egy ilyen kaland, még nem egyikünk se az a rádióban jelentkezős, de ez nem egy rossz habitus, tehát nem erről beszélek, nem azért mondom, de kalannak egyébként egy vadidegen nővel, csak beülsz egy autóba, most mit veszítesz? Maximum nem lesz a dologból semmi, mert nem vagytok egy hullámhosszon. Ez is lehet, hogy akkor a szerelem lesz, és évekig együtt lesztek. Nagyon nagy vesztenivalód nincs, nálunk ugye egy játékszabály, hogy nem jöhet senki haza. Ugye? Tehát nincs hazajövetel. Ez egy közös hétvége kell, hát hogy mondjuk, hogy én beülnék valakivel egy autóba. Magnyogsid? Nincs. Nekem sem. Irány a nyugati. Igen, pályod már tudod, hol van. Igen, akkor menjünk. Szóval kalannak ez jó. Kalannak jó. Mi egy kicsit rendhagyó módját választottuk a dolognak, vagyis egy pasit, aki majd választ, és ez nem annyira klasszikus, hiszen nem arról van szó, hogy akkor itt van egy lány, és akkor jönnek a kérők. Azt hiszem, dögunalom.
szerintem a csajok jobban dobják magukat, rámerősebbek, és jobban mernek, jobban tudnak ismerkedni. Ez ma már egy ilyen világ sajnos. Tetszik, nem tetszik, ez van. Nem? Meg a nők is ismerkednek. Persze, egy ilyen igen. Csavar is a hapsi elmond magáról mindent, és akkor a lányok persze. Mutassák meg, hogy mire képesek. A lányok megmutatják, de mégis a klasszikus értelemben a férfi dönt, és a férfi választ, bár szerintem egyébként ma már a nő választ, de mindegy. A férfi mondja el, hogy a szerdaival, a csütörtökivel, vagy a szerdaival és a csütörtökivel szeretnék el. Azt mekkora, és azt mondanám, ja, a harmadikat fizetem. Igen, igen, vinném a keddit, a csütörtökit, a pénteki az én köröm. plusz egy szobát szeretnénk kérni. Na, hát rengeteg e-mail. Rengeteg jelentkezés, gyerekek, sok elkeseredett hangvétellel, sok vidáman, sokan kalandvágyból, mindenkinek megvolt a saját célja. Motivációja, hogy miért jelentkezett, de én nem gondoltam volna, hogy két nap alatt így több ezer e-mailbe jön. Hogy mennyi ember szeretne tényleg így megismerkedni, és bevállalva egy ilyen vakrandit. Figyelj, sokan vannak egyedül, azt tudjuk, hogy nagyon sokan élnek szingliként. Az biztos, igen. És szerintem a világ meg most pont olyan, hogy ezt talán 10-20 évvel ezelőtt még nem vállaltad volna be, ma meg már tökre így működik a világ. Miért ne léphetne a nő, miért ne dobhatnánk föl, az élet adott egy ilyen lehetőséget, ha szingli vagy, én is elmennék. Nem? Gyönyörű abszolút, helyről van persze. Szó. Sárvár, nagyon szép. Engem nem is érdekelne egyébként igazából a nő. Körmenéznék a várba. Persze, reggel 6-kor jönni föl kell. Na, megyünk futni! A nő egy ilyen boával a nyakában, egy baldahines ágyban várna téged délután 4-kor egy eper koktéllal a kezében, és ott ülne, és egy kis Virgin mojitódat belenne készítve, te fognál a kis pápusztai sajtot, beraknád a hűtőbe, fölvennéd a bakancsodat. Hova mész? Öltözzél föl, mert meg fogsz így fázni. Na, gyerünk erdő. Erdőre indulunk, és ott ülne gyönyörű mellel, szép fürdőnadrágban, fehér neműben, te meg mennél te nem? Kis, hát ha nem? Heli Hansen kabátodat, de hát szakad az eső, hát bújjunk össze. Várlátogatás esőben. Annál izgalmasabb. Esős képeim még nincsenek. Itt rend van és fegyelem. Nézzük meg a Sárvári várat. Hát igen. Na, hívjuk a jelöltünket, illetve pontosabban nem is jelölt, ő már az egyik kiválasztott, akit mi választottunk, de hát mondtuk, hogy a pasit ugye mi választjuk, és ő elmond magáról néhány dolgot, és ha minden igaz, ma már kap magához egy jelöltet. Mi is kérdezünk a másik jelöltől, ők is beszélgethetnek, egymástól nyugodtan kérdezhetnek, aztán nem kell semmit mondani Andrásnak, letesszük a telefont, jön a holnapja, a holnap utáni jelölt, és végül a pénteki, aztán majd halljuk a választ, hogy végül is kit választ, ugye? Halljuk a választ, hogy végül nem is volt tudatos, így nem akartam rímekbe nyomni. Nem akartam TNT rímeket írni, vagy nem tudom milyen rímeket, Cosmix rímeket, vagy nem tudom ki írta ki ilyeneket. A sajt az nagyon jó a szellemi teljesítményre. Igen, mondják. Nagyon megdobja. Ugye? Nagyon megdobja. Igen. Sok híres reper szereti a pápot. Nem, csak ne lenne ilyen szaga ennek a sajtnak, komolyan még szeretném is, de egy két napja megkóstoltam, és azóta nem tudom egyszerűen elfelejteni. Na, itt van velünk András, jó reggelt, András, hello! Jó reggelt, szervusztok! Hello, András! Ő már a hím? Szia, és udvarias is. Így van, ő már a kiválasztott. Na, hát mit szólsz ahhoz, hogy bekerültél, te lettél a kiválasztott, csak mondom, hogy több száz pasit győztél le, rengetegen jelentkeztek, de végül téged választottunk. Örülsz? Hát kicsit sem para a helyzet, mert amikor elküldtem, akkor nagyon jó ötletnek tűnt, hogy igazából miért ne próbálná ki az ember. De aztán, amit a levélbe is írtam nektek, hogy nem szeretnék ebből persze kellemetlenségek hosszabb távon, mert ugye lehet, hogy ez csak egy poénnak tűnik egy hét alatt, vagy nem tudom, megismeri, aki megismeri, ugye azért elég nagy hallgatottságotok van, úgyhogy igazából a legnagyobb, úgyhogy egy kicsit így tartok a dologtól, de hát vágjunk bele mindenképpen, sőt, hát nagyon örülök. Most mi bajod ilyen. Lehet? Mitől tartasz, hogy beléd szeret és lekötelezed magad? Hát ha figyelj, ha kettő nap jó. után, és még egyébként utána találkozgatok, és ebből lesz egy hosszú távú dolog, sokat az ember nem vesz. Jó, de menjünk igen. szépen sorba, ne rohanjunk ennyire előre. Beszélünk majd arról, hogy mi az elvárásod egy kapcsolata, mit szeretnél, mit vársz ettől a hétvégétől. Jó, mennyi idős vagy, András? Kezdjük ezzel. Hát ma még 35. 35. Aha. 11-én februárban, most szerdán elvileg, 36 leszek. 36 éves. Aha, tehát egy 36 éves. Jóképű, nem mondjuk el, hogy nézel ki, de egy jóképű. Sőt, éppen a konyhában látlak, főzés hát közben. Te főzöl? Igen. Elég igen. Feri beállítottságú vagyok ebből a szempontból. Nagyon. Hát egy házias pali. Volt olyan szakállam és szemüvegem is, amivel össze is kevertek a Feribe, de ez most... Nem lehetsz ennyire jóképű, mint én. Nem lehetsz. Nem. Hát annyira nem. A legjobban tetszik a jellemzésében enyhénizmus. Ne menjünk össze-vissza. András, mióta vagy egyedül? Kezdjük az elején. Tehát mióta nincs komoly kapcsolatod, párod? Hát komoly kapcsolat, hát nem is, egy fél éve körülbelül. Megszakításokkal persze volt próbálkozás,
azóta is, de valahogy nem jött össze a dolog. Volt egy nagy csalódás, vagy egyszerűen most nem találtál olyat, vagy kiléptél egy komolyabbból, és most egy kicsit jó egyedül lenni, mi az oka? Vagy egyszerűen nem jött? Hát volt egy komolyabb, egy 8 évig tartó, összességében 8 évig tartó dolog, azért ennek már jó pár éve vége van. Azóta pedig hát nem tudom, valamiért ez így... Hát így alakult. Jó, 8 év után az ember kicsit adhat pihenőidőszakot magának, tehát hogy van mit kipihenni 8 év után. Mivel foglalkozol? Mi a munkád? Mit csinálsz? Én gyártási rendszerfejlesztő mérnök vagyok, gyártóipari cégnél, igen. Egy intelligens pasi gyerekek. Hát reméljük. Nem, csak tanult. Lehet, hogy csak tanult. Jó, ha jó, igen. Tehát a gyártási rendszerfejlesztő mérnök vagy. Igen, hát ez tulajdonképpen autóiparról szól, és annak idején, amit a Toyota kitalált, tehát ugye annak a rendszernek a hatékonyságnövelés, hogyan gyártsunk többet, jobb minőségben, kevesebb emberre, olcsóbban, és akkor ennek az összes. Jó, tehát ezt a részt csinálod. De akkor egy ilyen vaskalapos mérnök ember vagy? Épp ez az, hogy nem, mert ennek a szakmának a legszebb része az, hogy nagyon kreatívnak kell lenni. Tehát ugye egy teljes rendszerben én elsődlegesnek tartom magát az ember, tehát hogy azok, akik ténylegesen előállítják a darabot, vagy tehát az autónak az alkatrészeit, ők lennének a legfontosabbak, és az a lényeg, hogy nekik a lehető legkönnyebb munkát, tehát hogy nekik legyen a lehető legjobb, mindenki nekik dolgozzon igazából, tehát ez ergonómiától elkezdve logisztika, anyagkiszolgálás. Növeled a hatékonyságot. Jó, persze. Ezt hagyjuk is, mert ez a csajokat kevésbé is nem annyira szeretnek, amikor egy stopperről szállok mögöttük, és megmondom utána, hogy mennyit kell. Mászkálsz a szalagok között, és üvöltözöl. Gyorsabban, mit csinálsz? Hogy csinálod? Kifizeted? Jó, tehát egy rendszerfejlesztő mérnökkel beszélhetünk. Oké, milyen magas vagy? Hány kiló vagy? Hát 185 magas vagyok. Az tökéletes, nagyon jó. 98-99 kiló körül. Az nem rossz. Az tehát egy jó svádájú. Egy jó kötésű. Jó kötésű. Igen, nem szokott gond lenni. Enyhén izmus, ugye. Fel kell lépni valahogy. Kék szem, barna haj, jól olvasom itt az adatokat? Így van. Oj, de tudod, hogy ez mekkora fegyver, hallottad, így van. Kék szem. Kellemetlenebb lenne. Igen, egyébként ezt tudom, de már nem a barna haj, hanem, na igen. Mi a legjobb és mi a legrosszabb tulajdonságod? Mit mondanál magadról? Tehát mi az, amit te kiemelnél, mint igazán jó tulajdonság, és mi az, ami mondjuk egy olyan dolog, amit beírnál a rossz tulajdonságok közé? Hát ez jó kérdés, hogy nekem rossz tulajdonság. Szerény vagyok. De az se baj, ha azt mondod, hogy szerinted nincs. De mit, amit szétszort vagy, trehány vagy, mit nem szeretsz mosogatni, utálsz esőben túrázni, bármi lehet, tehát nem kell effektívenek lelki tulajdonságnak lenni, bármi olyan, amivel kicsit jobban megismerünk. Hát szerintem az egy legjobban alkalmazkodó ember vagyok, és ilyen nagyon, hogy is mondjam, tehát jól megérthetem magam az emberekkel általában, a kommunikációval, kapcsolatfelvétellel, ilyesmivel sok sincsen gondom. És talán ez is a hátrány, hogy én igazából nagyon ilyen egyenes ember vagyok, hogy... Tehát ami a szíveden, a szádon, őszinte pali vagy. Őszinte pali vagyok, és nem is szeretem azt, hogyha valami, főleg párkapcsolatban, hogyha valami nem úgy... Tehát amikor játékokat kell játszani azért, hogy a másik, nem tudom... Aha, te nem játszmázol. Nem. Tehát pénteken számíthat arra a lány, hogy beül a kocsi, és te felülvetesz, hogy Jézus! Igen. Úristen! Igen, de remélem, hogy ez pozitív felhanggal lesz, és az lesz, hogy jó, igen, ez az! Ez az, jó, javatoztunk. Jó. Levegőbe csapok, igen. Na, térjünk át a lányokra. Milyen csajt keresel? Tehát akkor egy sportolsz, ugye? Mondhatni, sportolsz. Igen, hát mondhatni, igen, most egy kicsit leálltam a nyelvvizsgálat miatt, de igen, mindenképpen. De tudod, hogy mi kell a csajoknak? Ja, kicsit leálltam a nyelvvizsga miatt, spanyol felsőfokra, angol középfokra készülök. Igen, és egy picit a második kerületi építkezésem is bezavart most a sportolásban, és többet kell. Tudjátok, a karitatív tevékenységek is, amiket végzek. De ez nagyon jó, ez nagyon jó. Milyen nyelvvizsga lesz ez? Milyen nyelvvizsga lesz? Hát ez egy angol középfok, úgyhogy nem baj, ha angol tanár az illető, de ez persze csak vicc. Jó ez. Oké, tehát sportos vagy, 185 centi, mérnök, angol középfokra készülve. Milyen legyen igen, a csaj? Igen, hát én a kockahastól messze vagyok, tehát azért ezt így mondom előre, hogy nem ijedjünk meg tőle, de dolgozom az ügyön. Figyelj, azt a csajok szeretik sokan, sok csaj, az egy kicsit macis, kicsit nagyobb, de nem látom azzal a képet, tehát abszolút nem vagy kövér, meg tehát erről egyáltalán nincsen szó. Milyen legyen a lány? Van-e elképzelés? Hát igazából a filigrán lányokat szeretem, vagy legalábbis átlagos testalkotó, mondjuk így.
és első körben, hát igazából mivel annyira szubjektív ez a dolog, hogy ki tetszik kinek, én azt mondom, hogy biztos, hogy meg, tehát, nem tudom, egy modell, nem tudom, gyűjtés, vagy egy ilyen magazinból is kitapasztani egyet, aki kifejezetten tetszik, tehát valami legyen helyes, vagy legyen kedves. De tehát valami fontos, fogjon meg, aha, tehát nincs zsánőre, csak valami legyen benne. Igen, de ami még fontosabb az, hogy legyen okos, vagy hát legalábbis akarjon valami olyat az élettől, amiből úgy érzi az ember, hogy ő is. Tehát nem karrieristára gondolok, hanem... Legyenek céljai. Aha. Legyenek céljai, igen. És lehet sem vele jókat beszélgetni, mert ez igazából a mai világban az egyik legnagyobb hátrány, hogy nagyon sok szép lány van, tényleg rengeteg csinos lány van. Csak hát megtalálni azt, akivel mondjuk egy egész életet leért, akivel nem csak ezt a hétvégét töltöd el, hanem mondjuk a következő... Nagyon magas a célok, ha ezen gondolkozol, ez hogy szép. Egy életet leélni, ez szép. Egyelőre éljétek túl a hétvégét. Hát tehát, mindjárt 36 vagyok igazából, mivel eddig még ugye nincsen családom, ezért jó, hát nem, persze most nem a gyermekeim anyját keresem hétvégére, mondjuk így. De ki tudja, hogy kivel találkozom. Uh-huh. Igen. Viszont most egy kicsit azért komolyabban kezdek el gondolkozni. Utóbbi időben. Na, gyerekek, ez nagyon szimpatikus. Egy komolyan dolgozó, 36 éves, mérnökember, aki azért laza, sportol, jóképű, nyelvet tanul, tudja, hogy mit akar, volt egy komoly kapcsolata, és benne van a kalandban, de azért határozott elképzelése van arról, hogy milyen nőt nagyon szeretne. Jó. Nem? Tud főzni, csak mondom. Tud főzni, az jó. Igen. És mit akartál mondani? Azt elfelejtetted mondani, hogy maximum alapfokú angol nyelvvizsgája legyen, hogy felnézhessen rá. Igen, felsőfoka ne jöjjön, ne alázzon meg. Az szörnyű. Nem, ha beszél németül, az már elég, az már megvan. Jó, mi van a fejedben a hétvégével kapcsolatban? Túrázni szeretsz inkább, szobában lennétek, összebújva a paplan alatt, jönni-menni, kalandvágyobb vagy? Aha, tehát hogy... Attól függ, milyen. De egyébként persze, hát mondjuk nem néztem még utána a Vadkert Majornak, ha jól tudom, ti voltatok ott korábban. Igen, csak erről ugye legyen burkolt reklám, mi konkrét dolgokat nem mondhatunk, hát azt nektek kell majd felfedezni, reklámozni nem mindenképpen akarjuk. Mindenképpen benne vagyok. Hát túrázni igazából mostanában nem annyira volt rá időm, de azt is szeretek. Tehát életemben nem lovagoltam, de nagyon kipróbálnám. Állatokkal minden rendben. Volt egy, annak idején egy nyuszink közösen a párommal, úgyhogy... Jaj, de helyes. Akkor már felkészült, hogy az állattartásra is. Aha. De búcsúzóul megsütötted. Mi lett, levágtad, igen? Hát nem, volt egy takarítási baleset sajnos, amivel szegényként... Fiatalabb a hangod, mint amennyi vagy. Tehát olyan fiatalos a hangod. Lassan 40 vagy, 36. Micsoda, nem mondj ilyet, jó ég. Hát 36, az már 37, ugye, de hogy igen, ilyen 20-as a hangod. Csak mondom azon csajoknak, akik az érette palikat szeretik, hogy nem sokára 40 vagy, tehát nem vagy te fiatal, igazából csak a hangod 28, egy kicsit olyan. 28-30-nál többnek se, soha nem néznek, de ez ilyen genetika, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát, a fene vigye, hát szeretnés, hogy ebben is. Na, de ennek én azért így örülök, ha jól beszél. Jó. Na jöjjön akkor az első alany. Jó? Jó. Először nem miben... tudom, hogyan tervezitek, mert ma nem hallgattam csak 8-ig, hogy addigra érek be dolgozni. Az első rossz pont. Mi lesz a menet? Nem hallgattál hát, minket? Szakad? 8-ig. Hát mi? Hagyd, és már itt is a következő jelöltünk. Igen, itt van Gábor. Igen. A péntek azért volt nagyon egyszerű, mert ugye szóbelőre készültem, ami déltől volt. Jelzem, valószínűleg egy hónap múlva ismét lesz, hogy majd érkezem a kedves katedra, de mindegy. Szóval akkor éppen hallgattalak titeket, és akkor szerencsére tudtam a 8 óra utáni részeket is, úgyhogy ezért lett az ilyen. Azért sikeret. Tudtál akkor jelentkezni. De aha. Sajnos igen, általában a munkanap az 8-tól. Jó, figyelj, mi felhívjuk a leányzót, kérdezünk tőle 2-3 dolgot, csak egy rövid bemutatkozás, nagyjából hogy néz ki, mik a paraméterek, mit csinál, mivel foglalkozik, és talán átadunk meneteket egymásnak, hogy egy kicsit tudjatok egymással beszélni. Nem kell nagyon hosszan, tehát nem arról szól, hogy itt most egy mély interjút csinálják, nyilván nem kell, neked azt kell eldönteni, hogy a hang alapján, az elmondottak alapján, egy-két kérdés alapján te pénteken vele mennél el, vagy vársz esetleg még tovább, illetve pénteken tud, hogy a hétfő, misz kedd, misz szerda, misz csütörtök, vagy misz péntekkel mennél el erre a Valentin napi kis romantikus hétvégére. Jó? Jó, és ezt már most el kell majd döntenem? Dehogy, hát nem tud eldönteni. Miért hétvég. Most? Ja, hát persze, hát, a többiek, jó, oké. Igen. Jó. Fura lenne, most azt hiszem, hogy mi a véleményed Miss Szerdáról, tehát nagyon nem tudnám még mit mondani. Jó, oké, okay. Na figyelj, akkor hallgass meg először, mi beszélünk vele. Jó, itt is jó. Van, Anna. Itt van? Kriszta, itt van velünk Kriszta. Hello Kriszta, jó reggel. Sziasztok, itt vagyok. Hát, szia. Egy csilingelő hangú nő, hát ez már jó jel. Hello Kriszta. Honnan hívtál minket? Szegedről. Na, mesélj magadról egy kicsit, Kriszta, mit kell róla tudni, hány éves vagy, mivel foglalkozol, miért jelentkeztél, mert azért ez egy csajnak is egy nagy kaland, egy hát, hétvége, egy idegen palival. Na, tehát 29 éves leszek idén, HR-esként dolgozom.
Úgyhogy nekem ez egy ilyen kicsit ilyen hóhérakasztása, hogy egy HR-es hogy mutatkozik beérő adásban. Ugye, mit mond az ember magáról, nem könnyű. Igen. Abszolút, igen. Szegeden dolgozom, nyilván HR és marketing menedzserként. A főnökömnek üzenem, hogy nem fogom reklámozni a céget, akármennyire próbálkozott vele. De rendes vagy. Nagyon köszönjük, korrekt vagy. Szóval igen. Akkor állás nélküli vagy. Igen, holnaptól, úgyhogy remélem, hogy engem választanak, hogy legalább legyen érte egy jó hétvégén. Igen, ha már kirúgattad magad, igen. Kirúgattam magam, igen. Komoly kapcsolatod nem is volt, szakítottál, és most nem vágysz rám. Volt, igazándiból, hát egy jó pár éve. Nem úgy alakult, nem úgy hozta össze az élet, hogy azt az embert, aki egy kicsit komolyabb életfelfogású, vagy éppen nem éppen azt a típusú nőt kere, vagy nem tudom, valahogy úgy nem úgy jött össze. Aha, tehát, hogy nem jött be eddig a komolyabb kapcsolat. Igen, igen. Uh-huh. Sportolsz? Sportolok, igen, jogázok, boxolok, de nem embert ütök, csak zsákot. Jogázok, boxolsz. Milyen micsoda végletek ezek? Hát az egyik a legnagyobb ellazulás, a másik az egyik legdurvább. Igen, igen. De ez jó. Hát valahol az ember magára talál, valahol meg kiengedi a stresszet. HRS-ként muszáj valamit csinálni. Hát ott van mit kiengedni, igen. Na és hogy tetszett András, így az a hallottak alapján? Szimpatikus volt. Egyébként úgy voltam vele, hogy úristen, én nem akarom meghallgatni, mert majd mi van, hogy a szimpatikus vagy lesz, vagy nem, és aztán még élő adásba beégetem magam valami miatt, aztán mégis meghallgattam, mert győzött a kíváncsiság, szimpatikus volt. Ugye mi azért igyekeztünk olyat választani, ami szerintem sok embernek szimpatikus lehet, tehát középre lőttünk, ne legyen nagyon extravagáns, nagyon extrém, és aztán majd a csajok különböző típusúak lesznek, és hát aztán majd András dönt. Tehát a hangja alapján szimpatikus. Igen, igen. Korban, kinézetben, amit így elképzeltél, a paraméterek alapján, hogy jó, nem? 185 magas, igen. 99 kiló, izmos. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen típusú embert választotok ti ki. Úgyhogy ez egyébként tetszik. Figyelj, egy 37 éves mérnök ember, nem? Jobban öregítitek. Próbálom kicsit felfelé a hangja alapján, 22 évesnek tűnik, én tolom felfelé egy kicsit az évet mindig. És Balázs Mászt is mondta, hogy nagyon izmos. Igen, ő a jellemzésében enyhén izmost ír. Szereted az ilyen kicsit nem mackósabb, mert nem arról van szó, de hogy azokat a pasikat, akik úgy férfiasabbak, tehát kicsit úgy nagyobbak. Hát ugye a sportos. Sportos, mm-hmm. Tehát nem kövér. Nem kövér. Igen. Nem. Igen. Mm-hmm. Na jól van. Oké, akarunk még tudni valamit Krisztától? Szeretnétek kérdezni semmit? Hát ez nem? Nekem nagyon meggyőző. Azt, hogy nézett ki esetleg, az nem tudom számítani. Hogy nem? Persze. Hát nekünk nem, de a jelöltünknek, igen. Oké, hogy nézel ki? 163 cm magas vagyok, kivéve amikor dolgozom, mert akkor 170-170, attól függ, milyen cipő van rajta. Hát szőke vagyok, ilyen szürkés-kékes szemem van, normál tesztalkatú, 36-os ruhát hordok, ezt nem tudom, tehát így be lehet lőni sapper kázi, mm-hmm. hogy milyen vagyok, meg mosolygós vagyok. Ó. Sokat számít. Akkor egyébként. Én megyek el veled a hétvég. Hát jó! Ne, az jó, Adanyi, ő vidám. Az jó, meg ő vidám, meg jó temperamentum, azt mondja, nagyon sokat dob a személyiségen egyébként. Jó, oké. Mit keresel te ebben? Ez egy kaland, vagy arra gondolsz, hogy hát, ha akár a nagy ő is meg lehet, vagy csak miért ne alapon egyszer van egy ilyen lehetőség, vágjunk bele, aztán meglátod, hogy mi lesz, gondolkoztál ezen? Hát igazándiból, ugye pénteken, amikor jöttem dolgozni, akkor hallottam, végigröltem az egészet, és így amikor így hallgattam, hogy na mondom, ezt nekem, mondom, ezt biztos, hogy nekem találtam. Ja, te már érezted, hogy na itt a nagy alkalom. Én éreztem, aha. Hogy itt a nagy alkalom, igen, és vagány, ez egy vagány dolog azért, hogy miért ne? Tehát veszíteni van, aztán az égvilágon nincs, és még így is 20% esélyem van csak, hogy mondjuk engem válaszol, mint mondjuk András teljesen jó helyzetben van, mert biztos, hogy ő fog menni. Ez tehát, igaz. Hogy őnek itt jó kell választania. Hát én levehetsz még Sárvára, leülhetsz az ajtó elé, ott még azért adhatsz én neked dolognak. Én vagyok. Miért nem engem választottál? Akkor is itt vagyok. Igen, tehát egy ilyen még lehet. Jó, oké, összekapcsolunk akkor benneteket, jó? Az első nagy találkozás, ami nyilván lehet, hogy nem az utolsó, hiszen az is lehet, hogy pénteken azt mondja majd András, hogy Miss hétfőt szeretné újra bekérni, mert ugye akkor a férfi már bekérheti azt a nőt, akit ő kiválaszt, és akkor újra találkoztok, akkor már a részleteket egyeztetitek tulajdonképpen, és hát természetesen lesz még egy-két kérdés. Hang alapján szerintem ti ketten egyébként összeilletek, nem? Hmm. Tehát egy 37-es pasi, egy 28-as csaj, vidámok, mindkettő életszeretőek. Intelligensek, temperamentusok. Tehát a hang alapján már van. Tök jó egyezés van, tényleg. Na, akkor adásba adjuk Andrást is, jó? Itt vagy András? András elmenekül. Ah, nem. Hello. Hello. Ekkora baj. Istenem, ő az szívek. Igen, vagy kapott egy szívinfarktust, vagy elindult hozzád Szegedre, hiszen nem, valószínűleg megszakadt, mindjárt újra hívjuk. Jó? Izgulsz egyébként?
Hát érdekes lesz, az biztos. Hát szerencsére ő a férfi, úgyhogy neki kell a beszélgetés kezdeményezni. Na, meg itt vagyok, vagy itt vagyunk, segítünk. Volt már ilyen kalandod, vagy ehhez hasonló bármi? Hát azért... Élő rádiós? Nem. Nem arra gondolok, hanem, hogy egy ismeretlen palival egy nap valahol, vagy egy vakrandi, vagy... Vagy egy valami. Hát, vagy egy valami. Nem, igazándiból nem. Hát nyilván vakrandi, meg ilyen dolgok azért a mai világban előfordulnak az emberbe, de így azért 2-3 nap nem. Itt 2-3 nap alatt nem. Nem, nem. Na, megjött András, hello András, jó reggelt újra. Felutok, hello, jó reggelt. Majdnem nem hallottam semmit, ja. Szerencsére. Egy kollégának már megmondtam az elején, hogy miről lesz szó, és elrontam hozzá, és ezen keresztül hallgattam a rádiót. Na, akkor tudtad Krisztát hallgatni. Igen. Szerbusz Kriszti, hello. Igen. Én akartam volna mondani, hogy elindultam Krisztina felé, de igazából csak simán megszakadt a vonal. Nagyon kedves személyek. Na, lehet kérdésed. Lehet. Hát ez igazából nagyon érdekes dolgokat mondott, és... nagyon, sőt, tehát tényleg megfelel első hallásra ez a mosolygás, és az, hogy ez a hangjába is hallatszik, ez már nagyon pozitív. Tehát ha nem lenne több nap, akkor már mondanád, hogy Miss Hétfő. Minden vágyom egyébként ez volt, Miss Hétfő jelzőt. Valahol el kell indítani a karriert. Nem akarok hívni benneteket, tehát csak ezért kitaláltam, de nem lesz Miss Hétfő, Miss Hétfő, hülye szó egyébként. Nekem nem is lesz semmi címem, tehát azért nem nagyon vagy nagy őzünk, de na, András, mit kérdeznél Krisztától, csak hogy egy picit még már elég, hogy is mondjam, hát olyan képet kaptál róla, ami azért így szertágazó, és szerintem sok mindent megtudtál, de van-e olyan, amit te még szeretnél megkérdezni hétvégével kapcsolatban róla, tulajdonság, kinézet, bármi, ami neked segít majd ahhoz, hogy tudjál dönteni? Itt a lehetőség. Hát nem tudom, már most hülyeség tűznek eszembe, tehát hogy lovagolt-e már... Ez egyébként nem annyira hülyeség, igen. Csak mindig beverte a fejét az éjjeli szekrénybe. De nem kétértelműen, kérdezem, lovon, tehát így még mielőtt... Krista? Igen, lovagoltam, de tériszonyom van, és nekem az azért elég magas. Hát kicsit én is tartok az a nálam nagyobb állattól, tehát azért én is ezzel kicsit finom van, de állítólag ott azt is lehet. És hogy szeretnél kirándulni, mondjuk, vagy... Igen. Jó, és ez a... Nem is tudom még mit kérdezek, mert annyi mindent mondtál. Ilyen nagyon kívülről nagyon helyesek vagytok. Tehát két felnőtt férfi, illetve bocsánat, két felnőtt ember, egy felnőtt férfi, egy felnőtt férfi. Szeretsz-e kirándulni? Szeretsz-e lovagolni? És egyébként ember legyen a talpán, aki egyébként ilyen helyzetben más tud kérdezni. Tehát nem egy egyszerű helyzet. Pontosan ezért csináljuk, mert erre vagyunk kíváncsiak, hogy érett felnőtt emberek mit kezdenek egymással. Nem egy egyszerű helyzet egyébként. Ez elég izgalmasabb, hogy igazából sajnos megláttam, hogy a fél logisztika, ha jól hallom, ki van hangosítva. Hát, most gondoltad. És még vagy egy millió ember. Erre azért lehetett számítani, hogy élőadásban. Oké, fordítsunk egyet a dolgon. Krista, akarsz-e valamit Andrástól kérdezni? Bármi, amit téged érdekel, megtudni róla, bármi, exekről, csajokról, pasikról. Én valamit Andrástól, de igen. Krista? Mondjuk azt, hogy oké, hogy sportol, de mit sportol? Hát igazából konditeremben járok jelenleg, meg reggelente futni, amikor jobb idő van, tehát párom nagyon a tavasz. Korábban én is hallottam te is, hogy boxolt, én igazából kempóztam, tehát több küzdőt, meg több küzdősportot is kipróbáltam, úgyhogy jelenleg egyébként konditerem van, meg futás. Jó, hát végül csak, hogy nem meg nagyon szimpatikusok egymásnak, akkor ami küzdősportot így kipróbáltam. Mivel a szabály az, hogy nem ér hazajönni, így akkor még keresek ott egy inget, és szépen hülyére verítek egymás, ha ez a dolog, nem jó. Jól van, oké, jó, milyen finoman kerülgettétek azért ezt a hétvégét, tehát mindenki úriember, mindenki nagyon jól neve, nem kérdezi senki, hogy mi lenne, ha mennénk, mire gondoltál, történhet-e ez, történhet-e, az nagyon-nagyon szépen egy... Jó, Krista, akkor visszatérünk rád, jó, András meghallgatja a többi jelöltet, neked nagyon szépen köszönjük, mi még beszélünk Andrásról egy mondatot. Szerintem sok mindent elmondtál magadról, én azt gondolom, hogy egyébként szimpatikus vagy Andrásnak, megnézzük a többi jelöltet, pénteken mindenképpen hallgass minket, már csak azért is, mert ha András azt mondja, hogy legyen Krista, akkor mi azonnal föl is hívunk téged. Jó, tehát, hogy elérhető kell, hogy legyél pénteken 9 után, hallgass a többi jelöltet, tedd el őket láb alól, fenyegesd meg őket, jó, hogy egyedül maradjál. Köszi, puszi neked, ciao Krista. Köszönöm, sziasztok. Hello. András jónak tűnik, most már nem hall minket. Nagyon jónak tűnik, igen. Most na most hogy felbátorodtál? Az előbb meg olyanokat kérdeztél, amelyek egy sztárkártyán szoktak lenni a Bravo magazinba. Mi a kedvenc ételed? Jó gyerekek, nem egy egyszerű helyzet. Nem, na, milyen András, jó, nem? Nagyon aranyosnak tűnik, és egyébként igen, mondta, hogy 174 nagyon magas gyűjtsarkúban. Jó, mondom, rendben. Ez is rendben van. Hát meg az, mondom azt tetszik benne, hogy nagyon vidám, meg mosolygós. Tehát még ha véletlenül nem is jönnénk be egymásnak,
Akkor is nem hiszem, hogy ne tölteni. Akkor is elkéred a számát. Akkor azt mondja, Jani, hogy akkor is elkéred a számát. Figyelj, hétfőn átküldjük. Igen, egyébként akartam mondani, hogy ez tök mindegy, mi lesz. Küldjétek tétszik. Nem, itt azzal kell menned, akit válasz. Ez itt nincsen titokban számmegadás. Ebben nem megyünk bele. Hát aztán feladtuk a leckét a többieknek. Most nem akarom mondani, de szegény lányok, tényleg nagyon aranyos volt. Jó, örülök. Na, elsőre már van egy kis kémia, van egy kis szimpátia, megtudtatok egymásról mindent. Krista szeret magas sarkúban lenni, szeret nőnek öltözni, szeret sportolni. Bárhol lehet magas sarkúban, csak mondom. Ez jó. Oké. Okay. András, holnap 8 után folytatjuk, mert 9 után Tibink jön, úgyhogy 8 után hívunk téged újra, és a következő jelöltet mutatjuk, jó? Jó, rendben, oké. Okay. Jó van, várom, nagyon. Oké, okay, hívunk, ügyes legyél addig. Hajrá, vissza a melóba. Gondolkozz kérdéseken, kérdéseken gondolkozz, hogy mit kérdeznél a nőtől, jó, ami még téged érdekel. Jó? Kedvenc ital. Mi a kedvenc színe? Igen, kedvenc történelmi személyiség. Minden, azt meg se kérdezték, hogy miben alszik. Hát pedig ez nem végez. Például ilyen, ami csak utal az erotikára, te nem kell konkrétan rákezni, mi történne, mert az tök hülyeség, de hogy miben szeret aludni. Hálózsákban a teraszon. Mesterelő. Hálóingben, igen. Minek örülne? Mit jelent számára a romantika? Egy forró fürdőt? Mivel készül? Milyen apró ajándéka lehet őt megörvendeztetni? Annyi kérdés van egyébként, amit föl lehet tenni egy nőnek. Mi a kedvenc édessége, amit pénteken el lehet neki vinni? Hát ezeken gondolkozzál, ezt a csajok szeretik. Jó? Jó, rendben, oké. Oké, holnap hívunk. Oké, köszönöm. Ciao. Hello, hello. Gyerekek, a hallgatói kérdések beolvasható. Azok. Mi nagyon szeretjük, mert hasonló vonalat képviselünk, de effektíve beolvashatatlan. Majd hétfőn, ha már lezajlott a felét, beolvas. Igen. Gyorsan elmegyünk egy pici reklámra, jó? Vagy azt már leadtuk a reklámot? Még nem adtuk le, úgyhogy jövünk mindjárt egy pici szünet után. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Hát lehetne csinálni egy alternatív műsort, amikor a hallgatóink kérdeznek a lányoktól. Este 11 után. Ne folytasd. Jó, olyat ezzel mi is tudnánk kérdezni, ami után nem lenne már holnap műsor. Igen, igen, tudnánk három olyan keresztkérdést föltenni, hogy nagyon nevetnétek, de nekünk már nem kéne jönni holnap, viszont lenne még egy 10 perc, amikor jól szórakozunk, de hallgatóink kérdései, amik egy kicsit áthallásosak, nem teljesen egyértelműek, de mégis tudjuk, mire vonatkoznak, egyébként szórakoztatóak, csak hát hallgatóinak kevésbé. Hiába mondjuk, mert nem tudjuk beolvasni. Na, M7-es 59-es kilométer Kavicsnál, vagy a 9-es Kavicsnál, Kavicsnál. Kavicsnál, a Kavicssal. Sok kavics van ott kavics együtt, ez valószínűleg egy kavicsbánya. Követ, mindig követ. Ah, szóval, hogy az a lényeg, az 59-es kilométer körnél a parkolóról. Parkoló, romokban hever a parkoló? Figyeljetek, mérnek, jó? Na jó, oké. Okay. Jó? Mérnek, jó, óvatosan, mindenfel ott vannak. Na. Menjetek rohadt lassan, mérnek, ott vannak, három radarra. 31-esen Maglódra a befelé jövőket szintén figyeli az új hipertrafi a Műkövesnél, ezt pedig Anikó küldte nekünk, köszönjük szépen, és a csajok kérdezik, hogy lehet-e még jelentkezni. Lehet, morningshow@klasszfm.hu, a jelöltet hallottátok, a lecke fel van adva, itt van, ami nagyon szimpatikus Andrásunk, mint jelölt, egy romantikus 38-as pasi, mérnök. 39. De úgy fölfele. Holnap már 41. Igen, holnap már 41 éves Andrásunk, és a csajok még jelentkezhetnek, hogy ne. Tehát minden nap választunk egyet, de ma is írhatnak. Facércsajok, akik benne vannak egy romantikus hétvégében, méghozzá Valentin nap alkalmával. Még ugye? Várunk Miss Kedre, Miss Szerdára, Miss Csütörtökre és Miss Péntekre. Úgy van. Na, Best of kivételesen elmaradt, bocsánatot kérünk, csak Andrásékkal egy picit megcsúsztunk, és sok a reklámunk, úgyhogy megcsúsznánk. Nem szoktuk elnapolni a Best of-okat, de most megtesszük. Ha valaki erre számított, ne haragudjon. Csabink, hol van? Itt van már valahol. Kérdés. A maradék pápusztai tolja befele szerintem. Pápusztai tolja, jó. Hívjuk a nap hallgatóját, és aztán szépen lassan el is köszönünk. Igen. Jó, még mindig jönnek a kérdés. Igen, de nem. Fagyi vagy jégkrém. Én mondjuk ilyet bekérdeznék, mert ez jó, ez szellemes. Fagyi vagy jégkrém. Tehát, hogy ez... Jó, értjük. Igen. Na, hívjuk mindjárt a naphallgatóját. Csabi, hello! Jó reggelt kívánunk neked! Szép komótosan érkezett. Csabikám, hello! Mi újság van? Hát vártam, hogy szólítsatok, hát kösz. Hello. Hogy bekerülsz-e, mint férfi? Igen, hát nem tudtam, hogy olyan sok mindent beszéltetek itt hirtelen. De akkor megvan a férfi? Megtaláltuk a nagy ő férfi verzióját, aztán most jönnek a csajok. Egyelőre egy találkozás volt, de szerintem ez egy jó hangulatú. De nagyon jó fejpasinak tűnt a srác, tehát biztos vagy benne, hogy most aztán még többen fognak jelentkezni. Krista is nagyon jó arc volt. Igen, igen. Mi újság, Csabikám, milyen volt a hétvégem?
Fú, nagyon-nagyon ilyen sűrű névnapja volt a nagyobbik gyermekemnek, meg ráadásul a baráti társaságban is volt korábban névnap Balázs, volt születésnap, úgyhogy hát volt egy kicsit elhajlós része a szombati. Fúj, undorító, kikérem magamnak. Igen, szörnyű világ ez. Miért? És felmaradtatunk? Ne, hát ünnepeltük a Balázs sikerét a gálán, és ezt a másnapi képzeljétek el, megleptem a gyermekeimet. Ők nagyon szeretnek. Álltál oda a fűtőszobába. Felébredtem időben. Nem, hanem, hogy ők nagyon szeretnek focizni, és akkor néha kimentünk ilyen nagyon nagy gazba, még nyáron focipályákra, de olyan igazi, rendes focipályát még sosem béreltem, és most ilyen meglepetésből kibéreltem egy ilyen, tudjátok, ez a fedett műfüves pálya, és igaz, hogy csak hárman voltunk, tehát a két gyerek meg én, de nagyon-nagyon élvezték. Ez volt a nagy... Kibéreltél úgy egy focipályát a gyerekeknek, hogy hárman voltatok? De ők ezt nagyon-nagyon szeretik, mert engem le tudnak győzni. De cserébe lenyírták a füvet. De hát műfélesen. Ez egy liba legalább. És te voltál egyedül ők ketten, és akkor... Aha. Mennyire kaptál ki? Figyelj, sportnak is jó. Ide-oda rohangáltam fel alá. Nem merem bemondani. Na, ez egy 13-8 lett a végeredmény. De az akkor helytáltál. Ja, de egyébként ilyenkor mindig az van, hogy van rendesen, klasszikusan véletlenül... Az apád vagyok, ne bőröz be! Persze, tehát azért rúgok meg kerülset, hogy azért lehessen védeni, tehát persze. Meg legyen sikerélmény a kapuban. Jó, majd felvágom őket a hatoson belül, hogy legyen. Jó. Na, a lényeg, hogy majmot csináltak belőle. Mint az állat. De hát én ezért vagyok. Hát, kicsit tudod. Az apák sorsa. Tudom, igen. Milyen, amikor verekszik az ember a gyerekével, kicsit hagynod kell nyerni. Igen, tehát ismerem ezt a... Csak közben meg dilemma, mert ha mindig hagyod nyerni... Így van, akkor meg nem tanulja meg. Akkor meg mi van akkor, ha szembe jön vele egy erősebb, vagy akár egy tehetségesebb, vagy egy ügyesebb, akkor azt fogja mondani, hogy úristen, hát én ennyikor szar vagyok. De nem, hát azért oda tettem magam én is. Na, hagyom csak úgy magam. Hívjuk a nap hallgatóján. Morning show. Az bizony. Jó vagy. De rutinos voltál. Hello, Szilárd. Sziasztok, igen, én vagyok. Szilárd, helyileg hol hallgatsz? Máshol nem is tudsz, csak helyileg hol. Így van, Győrben vagyok. Győrben vagy. Ja, jó mondatot írtál, nagyon szeretjük, ez a hetünk elmondata egyébként, ugye Janinak megint ellopták a kajáját a hűtőből, egészen fura, hogy nem én voltam, de most tényleg nem. Viszont ügy van belőle, hallgatóink ügy. Is írtak, hogy ugye ők hogy akadályozzák meg a munkahelyi lopást, te csak annyit írtál, vidd ravasat a grizzlinek. Nagyon, nagyon szerettük, értjük, hogy mit akarsz mondani, vidd ravasat a grizzlinek. Szilárd, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Na, hallom, volt hogy... az első SMS-em nálatok. Nem már. Tényleg? Komolyan. Eddig máshova küldted? Hát mondhatjuk, hogy kicsit áruló vagyok. Hát eddig a régi csapatot, a másik csapatot erősítettem, és most titeket hallgatlak egy ideje. És még nem csalódtál. Hát ez számunkra. Ezt bár, nem mondta, csak minket hallgat. Kicsit belegondoltam, igen. Szilárd, köszi, hogy minket hallgatsz. Örülünk a választásnak, és küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Te vagy a nap hallgatója. Oké, köszönöm. Köszi, jó munkát neked. Ciao, hello. Csabikám, hétfő van, mondj valami nagyon-nagyon jót, valami remek zenét. Grammy díjátadó volt ugye a hétvégén, és nagyon sok olyan dallal, zenével, előadóval lehet találkozni a Klassz FM-en, a Kívánság műsorban is, akik díjazottak lettek. De talán a legalapvetőbb ilyen mindenki számára egyértelmű dolog, hogy a Pharrell Williamsnek megint kell kapnia. És kapott is, és pont azért dallért, amit pont egy éve kezdtünk el játszani, itt a Klassz FM-en a legjobb szóló, pop szóló előadásért a Happy élő verziója megkapta a Grammy-díjat. Igaz, hogy a stúdió verziót, de most ennek örömére le fogom játszani. Happy. De jó? Ma Happy. Oksi? Persze. Benne vagy Happy? Meghallgatjuk, hát Csabikám. Induljon boldogan ez a hét. Induljon. 555-50-00. Jó, ez a telefonszám Csabitól, itt lehet dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.